véleményt szeretnének maguknak alkotni, hogy egyáltalán mi végre születik az ember erre a világra, milyen feladattal érkezik, és végül is életének vége felé milyen tapasztalattal távozik. Na most tudni kell azt, hogy a világnak is megvan természetesen az emberhez igazított sorsa, amit a keleti bölcselők úgy fogalmaztak meg, tehát vallásos pontossággal fogalmazták meg, ami keletkezik, annak előbb-utóbb el kell múlnia. Tehát az a világ, ami végeredményben az időnek van alávetve, nagy valószínűség szerint a saját folyamatában kiteljesedve eléri azt az állapotot, amikor a világ vége bekövetkezik. Az, hogy milyen körülmények közepette válhat aktuálissá a világnak a vége, arra gyakorlatilag minden hagyomány a saját keretén belül próbál meg válaszolni. Mi egy olyan úton fogunk most elindulni, amely az új szövetség záró akkordjához tartozik. János apostolnak mennyei jelenésekről való könyvét kezdenénk el értelmezni. Ha én nem gondoltam volna az botor fejjel, hogy itt 2-3 emberrel fogok találkozni, egy kicsit beszélgetünk, aztán hazamegyünk. Mert a legutolsó információm nekem, valljuk be őszintén, az volt, hogy azért nagyon nehezen indul be itt az élet, és jelen pillanatban hát éppen a bakony kellős közepéről érkeztem, és megmondom őszintén, nem azért, hogy szabadkozzam, hát az ember azért már ennyi éves korában távol van attól, hogy elkezdjen mellé beszélni, én magam tényleg nem számítottam ekkora érdeklődésre. De ha hárman lennénk természetesen, akkor ugyanúgy meg lenne tartva ez az előadás, csak hát én nem hoztam magammal az új szövetséget. Tehát annyira úgy gondoltam, hogy itt majd valami általános fejtegetés keretében majd azért mindenkit igyekszek megijeszteni, hogy a világ vége közel van, hogy az aztán mindenkit meg fog vigasztalni. Na most van, köszönöm szépen, sőt itt is van. Tehát úgy látszik, hogy igen, Zsoltár, Jakab levelei. Hát az a helyzet, ez sem jött be, hogy mondani szokták. Tehát reménykedtem abba, hogy... Tehát a jelenések könyve. Igen. Jó, tehát akkor tényleg elkezdjük, de azért néhány általános gondolatot érdemes megtárgyalni. Tehát ez azt jelenti, hogy mi... az általános értelmezési vonulattól most el fogunk térni. A társaság túlnyomó többsége számára ez egyáltalán nem okoz meglepetést. De vannak olyanok, akik gondolom olyan igénnyel érkeztek, hogy most akkor a nagyegyházi vonalon keresztül közelítjük meg János apostolnak mennyei jelenésekről való könyvét, és akkor ilyen nagyon szép, ahogy Molnár V. József mondani szokta, ilyen szirupból készített generálszósszal majd a mondatainkat szépen megpróbáljuk nyakon önteni. Esetleg még az is előfordulhat, hogy a görög vagy latin nyelvű szövegváltozatból görög vagy latin fogalmakat fogunk itt közösen elemezni. Na most ezt el kell felejteni. Tehát már a ráindulás az egy olyan fajta meggondolást állít előtérbe, amelyre ténylegesen az új szövetségben is nagyon határozott utalás van. Amikor az apostolokra a Szentlélek kegyelme kiárad, akkor az apostolok mindenféle nyelven elkezdenek szólni. És amikor az apostolok cselekedeteiben elkezdik felsorolni a nyelveket, érdekes módon nehogy azt higgyük, hogy a zsidó nyelvvel kezdődik a világról vallott ismereteknek a tárháza. De nem is a göröggel, a szkítával indít. Tehát, hogy érthető legyen, mi most a szkíta nyelv segítségével fogjuk megközelíteni azt a hagyományt, amely minden reményünk szerint sokkal több mindent fog elárulni számunkra, mert hozzánk beszél egyenes úton, tiszta fogalmi keretekben. Most ez
miért okozhat gondot azoknak, akik mondjuk egy római katolikus egyház kötelékéből, vagy a református egyház kötelékéből érkeztek ide. Mert általában bármilyen nagy egyházi útvonalon próbálja megközelíteni az ember az új szövetséget kicsit olyan romantikus megfogalmazással, az Isten igéjét, az első körben az anyanyelvet már is kiszokták zárni. Tehát nem árt tudni azt, és itt gondoljunk olyan élményekre, amikor valakinek tényleg vallásos élménye van. Én még olyan elhívott emberrel a világtörténelemben nem találkoztam, akit a Teremtő Isten egy adott pillanatban nem az anyanyelvén szólított volna meg. Tehát én még életemben nem hallottam azt, hogy mondjuk egy látomásos szent éppen elindul a saját útján, mondjuk Szibéria valamelyik táján, megjelenik neki egy angyal, és ékes latin, görög vagy héber nyelven elkezd neki mondani bizonyos dolgokat. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy az élet vége felé, amikor ténylegesen már az ember kifelé megy a világból, ezek a bizonyos halál közeli élmények is általában anyanyelvi keretek között bontakoznak ki. És általában erre minden nagy keleti vallás külön gondot helyez. Tehát figyelmeztetik a híveket, hogy nem az a fontos, hogy valaki mondjuk távol-keleti vallásokra gondoljunk, jól megtanuljon kínai nyelven, kiválóan tudjon tibeti nyelven, a szanszkrit nyelvet természetesen sajátítsa el, és miért nem ez a legfontosabb dolog? Mert az éltető szellem nem tanult nyelven szólítja meg az embert, hanem a hozott nyelven. Tehát ez azt jelenti azon a nyelven, amelyen gondolkozunk. És ha valakinek ez gondot okoz, végül is egy ilyen alvilági helységet nagyon könnyű elhagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a lépcsőn kell fölmenni. Tehát ismételten hangsúlyozom, hogy a magyar nyelv segítségével próbáljuk meg a jelenések könyvének üzenetét megérteni. Ez egy olyan világban, amely világ az gyakorlatilag jelen pillanatban minden erejével azon munkálkodik, hogy mi elfelejtsük azt, hogy Európa kellős közepén élünk, és magyarul beszélünk, természetesen ez is válságot okozhat egyesekben. A válságról pedig azt kell tudni, hogy itt valahol gyomor tájékon kezdődnek el a folyamatok. Ténylegesen ilyenkor az embernek összeszorul a gyomra, ugyanakkor a torok tájékán is megjelennek érzések, és elkezd idegeskedni. És nagyon nem ért egyet. Pedig ő tulajdonképpen liberális beállítottságú. Csak a más gondolatokkal valamilyen különös csoda folytán nem tud egyet érteni. Főleg azokkal a gondolatokkal nem, hogy Magyarországon, Európa kellős közepén, mi elsősorban a magyar nyelv és hagyomány és műveltség segítségével próbáljuk helyünket meghatározni a nagyvilágban. Na most ez sehol nem okoz gondot, egyetlen egy országban sem. Egyedül Magyarországon. Innen lehet tudni, hogy válságban van ez a nemzet. Ez a válság, ez nem egy hozott válság, tehát ez nem egy determinált válság, nem genetikai sajátosságából következik a nemzetnek ez a fajta állapota, ebbe beleszorították, belekényszerítették. Tehát egy olyan időszakban, amikor lehet érzékelni, hogy recseg, ropog körülöttünk a világ. Tehát itt már nem lehet azt mondani, hogy építjük a szép új világot, ezt általában mindig uniónak nevezik. Hát én emlékszem, amikor általános iskolában jártunk, akkor is az uniót építgettük. Üde, friss, szép, gyönyörű, mozgalmi dalokkal, ugyanakkor csillogó szemekkel, és hát a hírműsorokból lehetett tudni, hogy most még nagyon nehéz a helyzet. Figyeljünk oda a szövegre, ugyanaz, mint most. Nagyon nehéz, egyelőre még a gyümölcshöz nem juthatunk el, mert ez egy folyamat, amíg a munkák gyümölcse beérik.
de majd a 25.-5. éves terv végén, vagy 5 éves terv végén természetesen az ország gazdasága, mert mindig a gazdasága fontos, eljut egy olyan helyzetbe, hogy majd az egész világ hasonló gondolkozású barátaival egyesülhetünk. Én megköszöntem a Teremtőnek, hogy ez az egyesülés elmaradt. Na most tudni kell azt, hogy ez újraindul, és ténylegesen uniónak nevezik, és a szöveg nem változott. És itt a fiatalokat semmiféle felelősség nem terheli. A legveszélyesebb korosztály most felelősség tekintetében a nyugdíj közeli korosztály. Vagy akik mennek feléje, vagy akik elérték, vagy azok, akik már túl vannak. Miért? Mert elvileg, ha ők emberként éltek ebben a világban, tehát nem főemlősként, emberként, akkor nagyon nagy mennyiségű emberi tapasztalathoz jutottak hozzá. Tehát van történelmi tapasztalatuk. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanulságok már levonhatókká válnak. Tehát felidézi az emlékezetéből azt, hogy ő szóról szóra, fiatal ifjú korában ugyanezt a szédítő hazugságot hallotta. És jobbá az élet soha nem vált, ha magunk nem javítottuk meg. Na most természetesen az ifjúságot ténylegesen semmiféle felelősség nem terheli. Miért? Mert nincs élettapasztalatuk. Tehát amikor generációs válság van, és egymásra mutogatnak, akkor ott már nagyon nagy gond van. És ténylegesen érdemes eltűnődni azon, hogy gyakorlatilag a világ vége azáltal kerül hozzánk közel, mert mi magunk alakítjuk magunk körül úgy a világot, hogy lehetetlenné válik benne az emberi élet. Tehát szándékosan fölgyorsítják. Tehát nehogy valaki véletlenül azt gondolja, hogy a világnak a nagy, hatalmas, társadalmi, ugyanakkor kozmikus áradata, az a megfelelő ütemterv szerint halad. Ezt tudatosan, mesterségesen fölgyorsították, fölpörgették, éppen azért, hogy az emberi életet egy kizökkentés után vakvágányra állítsák. Azt gondolom mindenki tudja, és nem kell ahhoz nagyon idősnek lenni, ugyanis pontosan lehet azt tudni, hogy bölcsövédében, óvodában, általános iskolában már a gyerekek a pedagógusnak, a szülőknek arról panaszkodnak, hogy túl gyors nekik ez a világ. És ne felejtsük el, hogy mi arra gondoltunk, hogy a világnak ez a gyorsossága az abból adódik, hogy kezdünk öregedni. És hát gyorsabban telnek, múlnak a hónapok, az évek, a napok, és a hetek, és az órák. De amikor már a gyermekek is ezzel a gondolattal ébrednek, hogy valami nincsen rendben, valami hihetetlen módon fölgyorsult, akkor elkezd bennünk mozogni az a fajta üzenetrendszer, amely az Új Szövetségből árad felénk. Mert az Új Szövetségben, a négy evangéliumban, az apostolok cselekedeteiben, apostolok leveleiben és a jelenések könyvében a lehető leghatározottabban jelenik meg az a figyelmeztetés, hogy lesz majd olyan idő, amikor az idő nem a természetes ütem mentén fog kibontakozni, hanem sokkal, de sokkal gyorsabban. És akkor lehet arra odafigyelni, ami ténylegesen megjelenik már figyelmeztetésként, hogy az idő pedig közel van. Na de mihez képest van közel természetesen az idő? Hát azért emlékezzünk vissza, hát ténylegesen ugyanannak a kornak vagyunk a gyermekei, tehát hiába van 2-3 évtizedes különbség felfelé vagy lefelé, kortársak vagyunk. De én pontosan emlékszem arra, hogy gyakorlatilag minden világ vége jóslatot azzal söpörtek le az asztalról, hogy ilyen már elhangzott, már a középkorban is, és különben is a világ még mindig tart. Na most tudni kell azt, hogy a világ végének pontos idejét megjövendölni nem lehet.
Tehát ha véletlenül valakinek lejön, felejtse el. Én pontosan ismerem ezeket a nagyon szép, ragyogó, divatos szakkifejezéseket, ezeket a spirituális szlogeneket, hogy neki lejött. Miért nem lehet azt mondani, hogy én úgy gondolom? A gondolat is valahonnan táplálkozik. Természetesen a tisztelt társaság nagy részének ez a lejött, ez semmit nem jelent. Aki viszont tudja, hogy bizonyos ilyen, tehát a keleti és a nyugati misztika iránt érdeklődő társaságokban ma ez a legdivatosabb szakkifejezés. Tehát valaki a saját állítását azzal próbálja hitelesíteni embertársai előtt, hogy azt mondja, hogy neki lejött. Na most, hogy honnan jött le, arra természetesen általában válaszra nem kerül sor. És én ezt nem is akarom tovább részletezni, viszont tudni kell azt, hogy a világ végére vonatkozó dátumok, ezek ténylegesen elárasztották a világot. Hát emlékezzünk arra, hogy például a maja hagyomány szerint, tehát a úgynevezett maja proféciák szerint, és itt aztán nem csak az úgynevezett felhígított proféciákra hivatkoznak, hanem a maja kicse indiánok szent könyvére, a Popolvúra is. Na de hogy milyen logika alapján állapították meg a 2012-es dátumot, ha erre valaki pontos választ tud adni, komolyan mondom, hogy irodalmi Nobel-díjra fogjuk előterjeszteni. Ugyanis ezek a dátumok gyakorlatilag az irodalmi Nobel-díjjal egyenértékűek. Hogy világos legyen az, amire én most határozott utalást teszek. Tehát gyakorlatilag senki nem ellenőrzi le ezeknek a dátumoknak a hitelességét. Tehát az orientalisták nem fognak hozzászólni ilyen kérdésekhez, tehát akiknek van nyelvi, van kulturális és vallástörténeti ismeretük, mert ők maguk ilyen misztikus áramlatokkal nem fogják kompromittálni saját karrierjüket. Ugyanakkor az oldalvizeken pedig gondoljunk ilyen társaságokra, hát itt sajnos mindenki szívéhez fog kapni, de erről megint nem én tehetek, például a teozófiai társaság, vagy az antropozófia, vagy bármilyen irányzatot lehet mondani, innentől kezdve gyakorlatilag a gyeplő ki van engedve. Mert a mester azt mondta, hogy. Na igen, ám, de a mester honnan tudja, hogy? Hát azt én ugyan nem tudom, de hát ő mondta. Na ez az, ami engem különösebben Európa kellős közepén, a magyar műveltséggel felvértezve, különösebben nem érdekel. Tehát ne felejtsük el azt, hogy a magyarság Európa kellős közepén olyan helyzetben van, 2003-ban is, hogy nem szorul rá behozott tanításokra. Tehát ez a műveltség a két lábán gyakorlatilag megáll. És ha valaki mondjuk arra gondol, hogy hát ami érték itt, az végül is csak bejött valahonnan, annak azt lehet mondani, amit egyszer Nagy László mondott egy költői est előtt. Hát Nagy Lászlót, aki ismerte, pontosan tudja, hogy ő egy bicebóca ember volt. De ezt a fajta sérültségét ő, tehát testi fogyatékosságát ő olyan nemes tartással és megjelenéssel egyensúlyozta, hogy az embernek eszébe sem jutott, hogy itt testi hibás emberrel áll szembe. Hát éppen ezért a költészeten belül őt mindig a legmagasabb méltóságok, rangokkal, címekkel ajándékozták meg. Most egy alkalommal meghívták valahova költői estet tartani, de már várták a bejárati ajtónál, és nem akármilyen meggondolás alapján. Hát az ügyeletes nem értő várta. És hát felhívta Nagy László figyelmét, hogy nem értik az egyszerű emberek az ő verseit. Na most egy költőnek ilyet mondani, hát tudni kell, hogy minden költő hivatalból hiú. Tehát azért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, de hát ő nem volt annyira hiú ember,
rezzenéstelen arccal nyugodtan a következőket mondta. A költészetet nem lehet az ABC-nél elkezdeni. Tanuljanak a renyhék. Tehát ez egy alapvető szabály lesz most. Tehát bizonyos dolgokat mi az ABC-től nem tudunk elkezdeni. De most már olyan irodalmi hagyatékkal rendelkezünk, hogy azok a mondatok, amelyek mellé, mögé, alá, fölé irányítókat, kormányzókat, közlekedési rendőröket kellene állítani, hát gyakorlatilag minden egyes mondatnak a forrását meg lehet adni. Tehát amennyire úgy fog majd itt tűnni a fejtegetés menetébe, hogy egy kicsit olyan levegőben állnak a dolgok. Nem árt tudni, hogy nem állnak levegőben, a dolgok dobogón állnak. Hát azért van különbség a levegő és a dobogó között. Ezt csak azért hangsúlyozom, tehát nem azért mondom, hogy itt most már minden áron riagossam a kedves társaságot, de ténylegesen most eljött annak az ideje, hogy befelé fordulva azt a szellemiséget, azt a hagyatékot mozgósítsuk meg, amelyben mi beleszülettünk, amely hozzánk a legközelebb áll. Hát azért nem szabad elfelejteni, hogy Európa kellős közepén hozzánk nem a buddhizmus áll a legközelebb, de nem is a hinduizmus, de ugyanakkor nem is az antropozófia. Az antropozófia az gyakorlatilag nyugat-európai értelmiségeknek lett kitalálva, értelmiségieknek. Nekik jó. Miért? Mert ahhoz nyelv kell. Na most milyen nyelvről van szó? Minden olyan nyelv, amely nemekre osztja fel a saját nyelvét, már kapásból meg lehet állítani, hogy nem forrásértékű. Na most a német nyelv és általában az indoeurópai nyelvek, beleértve a szanszkritot is, kifejezetten ilyen nyelvek. Tehát beszélnek hímnemről, nőnemről, semleges nemről. És ugyanakkor az ősibb nyelveknél, például a szanszkritnál van egy lebegtetett tartomány. Na most bennünket úgy oktattak, neveltek, hogy ezek gyakorlatilag olyan beszélt nyelvek vagy, már nem nagyon beszélt nyelvek, mert a szanszkritot beszélni, ezt azért mindenki tudja, aki keletkutatással foglalkozott, nem lehet beszélni. Miért? Azért, mert a szanszkritot megalkották. A szanszkrit nyelv az egy csinált nyelv. A szanszkrita az mit jelent? Szanszkrita mit jelent? Összetett, összecsinált. Hát ezt egy másik igekötővel is el lehetne látni, tehát mesterséges nyelv. És nem véletlenül az, hogy Sákjamuni Buddha, majd róla is lesz azért szó, nem használta a szanszkrit nyelvet. Éppen azért jött, hogy elkerülje ezt a nyelvet. Most nem szabad elfelejteni, hogy rá 5 évszázadra, vagy 6 évszázadra, kicsit mondjuk nyugat tartományban megint csak érkezik valaki, és pontosan ugyanaz a gondja az írástudókkal, a szakbarbárokkal, mint néhány évszázaddal korábban India északi területén a Sákjamuni Buddhának. Pontosan ugyanaz a gondja. Őt pedig Jézus Krisztusnak hívják. És érdekes módon Jézus Krisztus nem olyan módon kezdte el hirdetni az igét, hogy van három nyelv. Milyen három nyelvet lehet feleleveníteni? Hát természetesen a zsidót, a görögöt és a hébert. Van erre vonatkozó igehely? Még csak véletlenül sem találunk. Egyet viszont tudunk. Az ő tanítványai nem beszélték kristály tisztán a héber, vagy, hogy érthető legyen a zsidó nyelvet. Erre van már az új szövetségbe is utalás. Sőt, hát itt most ugrottunk egyet, de én visszatérnék most Indiához, hogy azért ne nagyon kerengjünk, úgyis ezzel a jelenséggel fogunk foglalkozni. Tehát tudni kell azt, hogy általában a nyelvek, mert itt a nyelvi kérdés döntő kérdés lesz, ténylegesen úgy jelennek meg, hogy leépültségi fokozatukban fejtik ki a világot, vagy éppen egy olyan fokozatukban, amikor még érzékelik maguk körül a világot,
vagy pedig egyenesen a világ forrásából következő, hogy úgy mondjam, nyelvi közeget tudnak maguknak kialakítani. Na most olyan műveltségek, és hát tulajdonképpen minden indo-európai nyelv ősforrásának a szanszkrit nyelvet tartják. Gondolom ezt azért mindenki tudja. Na most mi a gond a szanszkrit nyelvvel? Függetlenül attól, hogy az ember szereti, nagyra becsüli, és ténylegesen tanulságokat hordoz magával. Az, hogy mesterséges nyelv. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ezzel születik az ember, hanem egyszer csak kitalálja. Megint Molnár V. Józsefre hivatkozva, nem megtalálja, hanem kitalálja. És ha, mert látom az arc, komoruljanak csak nyugodtan az arcok. Ez azt jelenti, hogy a szanszkrit nyelvről semmit nem tudunk. Hát, hogy érthető legyen, ez közhely. Üssünk fel egyszer egy, hogy mondjam, a hindu vallásnak a szótárát. És a szent nyelv mondjuk, hogy milyen vonatkozásban jelenik meg. És éppen ezért, mivel kitalált nyelv, mesterséges nyelv, ezért nem lehet megtanulni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a szanszkrit nyelvet teljes terjedelmében, soha semmilyen korban egyetlen egy brahmana se beszélte. Vagyis nem arra való, hogy a világot vele a maga útján leírjuk, felfedezzük, megtaláljuk és értelmezzük. És Sákyamuni Buddha milyen nyelven hirdette a tanítást? Páli nyelven, hogy világosak legyünk. Tehát páli nyelven hirdette a tant. Na most azóta a kelet kutatás milyen zsákutcába téved be? Mivel a páli nyelv beszélt nyelv, figyeljünk oda a logikára, népnyelv, ezért alacsonyabb rendűnek tekintik, mint a szanszkritot. Na ezt nevezik indoeurópai gőgnek és betegségnek. Ezek tényleg betegek valamilyen szinten. Tehát egy mesterséges konstrukciót, egy természetes nyelvi állapot fölé helyezni, ez a korunk betegségével egyenértékű. Amikor magunk körül egy teljesen mesterséges ízében, porcikájában természetellenes világot építünk föl. És azt mondjuk, hogy a neutron vagy hidrogén fejjel megfejelt bomba az intelligens, ugye? Hát annyira intelligens, hogy amikor becsapódik, megáll, körülnéz, látja, hogy ott van egy bagdadi kisfiú, ad neki egy nyalókát vagy egy kockacukrot, körülnéz, tovább megy, látja, és aha, ott az ellenség. Hát hogy lehet az emberiséget ilyen baromságokkal hülyíteni? Megmondom, hogy hogy. Úgy, hogy közbe párhuzamosan való világ és Big Brother. Mikor? Akkor, amikor ég a ház. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember társaink természetes élet ösztönét megpróbálják a minimális szintre leszorítani. És ez nem természetes, miért? Mesterséges. Tehát egy ipart fejlesztettek ki arra, hogy napról napra mesterséges eszközökkel sakban tartsák a gondolkodni akaró, óhajtó, szerető embereket. Hát nagyon sokan azért nem jutnak el felismerésekhez, mert a környezetükben semmiféle indító jelet nem érzékelnek. Azt hiszik, hogy olyan a világ, ami éppen őket körbeveszi. Na most ez lehet érzékelni azt, hogyha ilyen mélyre sikerül lejönni, akkor nagyon nehéz lesz innen már valahogy fölfelé jutni. Na most visszatérve a nyelvekre. Tehát olyan nyelvi logika, amely a világot, és miért kell a nyelvet nagyon hangsúlyossá tennünk? Mert ahogy például Papp Gábor művészettörténész számtalan alkalommal elmondta, nyelven gondolkozunk, ha nem tűnt volna föl. Tehát ez azt jelenti, hogy a gondolatainkat nyelvi közegben tudjuk érzékelni. Ez pedig mit jelent? Amilyen az anyanyelvünk, olyan a gondolkozásunk. Amilyen a gondolkozásunk, olyan lesz a cselekedetünk. Na most az úgynevezett indoeurópai népek
gyakorlatilag pontosan azokat a cselekedeteket követték el fennállásuk óta, amelyet a szemita népek. Vagyis ez mit jelent? Érdekes módon a palettán óriási szózatok jelennek meg. Mondjak egyet-kettőt. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Hát sanzont lehetne erről mondani, hogy szeressétek egymást, gyerekek. És közben mondjuk a spanyol hódítók, akik partra szálltak Mexikó partvidékén, azok ezt hogyan valósították meg. Ott volt szépen a hajó árbócon a keresztes lobogó. Ott volt mindegyikük nyakába a kereszt. Tehát ez elvileg azt jelenti, hogy ők keresztények. Na most az ilyen típusú kereszténység hogy kezdi el a működését, ha a mássággal találkozik? Mert hozzájuk képest az asztékok, valljuk be, egy csöppet, na nem nagyon, de valamelyes teljesen mások voltak. Új parancsolatot adok néktek. Ószövetségben hogy jelenik meg az új parancsolat, ami az ó elavult parancsolat? Szemet szemért fogad, fogért, sőt, máshogy is meg lehet fogalmazni. Mert az Ószövetségben vannak nagyon kemény passzusok, és ezek példaadó passzusok sajnos. Be lehet csapni embertársainkat bármikor, bármilyen cél érdekében, és ugyanakkor, ha fegyvertelenné válnak, le lehet őket mészárolni, mert erre ugye valahonnan te feljogosítást kaptál. Na most érdekes módon az úgynevezett indoeurópai és szemita szűrőn az új parancsolat, hogy szeressétek egymást, valahogy nem tud átmenni. Érdekes módon ez nem. És miért nem? Mert a végső ők a nyelv, és a nyelvből eredő gondolatalkotás és világmegismerés. Na most nem kell megijedni attól, ami el fog itt hangozni elvégre, tényleg világvége időket élünk, de valamit tudni kell. 10 millió asztékot mészároltak le. Ez minden kézi könyvtárban hozzáférhető adat, ha valaki elmegy könyvtárba, elmegy a gyermekolvasóba vagy a gyerekolvasóba, keresi a gyerekeknek kiadott történelem könyveket, megtalálja Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, hát Észak-Amerikáról próbáltam meg gondolatot csiholni, amikor Amerikát mondtam, tehát utána lehet olvasni. Tehát nem arról van szó, hogy ezt ki kell találni, vagy valamilyen feltételezésekre vagyunk szorulva. És már ilyen ismertető jellegű könyvekbe szerepel az adat, hogy 1500, most mondok egy számot, az biztos, hogy 26-ig, tehát Mexikó Tenochtitlán főszentélyét a spanyolok 1526-ban rombolták le. 1526 természetesen a magyar történelemben is dátum. De 1526 az indiai történelemben is dátum, mert a fehér hun szkíta birodalmat az iszlám áradat éppen 1526-ban söpört el. Éppen azokat az utódnépeket, amelyekhez Sákjamuni Buddha is tartozott. Na most Sákjamuni Buddháról még egy érdekes gondolatot meg kell jegyeznünk. Az, hogy mit jelent az a név, hogy Sákjamuni. Itt azért nagyon sokan tudják, azt jelenti, hogy hát a Sákja az egy népnek a neve. Na most nézzük meg, hogy a Sákja népnév mondjuk a perzsa nyelvben hogyan jelenik meg, szakaként. Na most nézzük meg, hogy a szaka népnév a görög nyelvben hogyan jelenik meg, szkítaként. Na most nézzük meg, hogy a szkíta a magyar nyelvben hogyan jelenik meg. Széchenyi István mit ír a Hunnia című munkájában? A magyarság akkor épül és gyarapodik, ha ősi szittya erényeit gyakorolja. Tehát ez azt jelenti, amit Baktai Ervin is leírt. Baktai Ervin végül is nem gondolta végig sokszor, hogy mit ír le, de az akkori vélekedéshez igazította a forrásértékű meghatározásait. Hát szkíták hercege, hogy világos legyen. Na most Európában melyik népet tartják évszázadok óta?
amióta megjelent Európa kellős közepén szkíta népnek, szkíta származéknak, szkíta utódnak. Hát mi állandóan magyarkodunk. Gondoljunk a Széchenyi tervre például. Vagy amikor Széchenyi Istvánt a legnagyobb magyarként méltatjuk. Olvassuk el a könyveit, hogy ő mit ír. Számára a hun, miért? Mert Hunniáról beszél, világos? A magyar és a szkíta ugyanazt a népet jelenti. De Bonfini számára Mátyás király udvarába a magyar szkíta nép. Tehát amikor Orbán kincstartó mondjuk egy országgyűlésen szóra emelkedik, és ékes magyar nyelven szólal meg, Bonfini mit ír a híres krónikájában? Ékes szkíta nyelven szónokolt. És amikor a magyarok isteneiről beszél Bonfini, mit ír? A szkíták nemzeti istenei. Innen tudjuk, hogy Mátyás idejében a szkítáknak, vagyis a magyaroknak nemzeti istenei még vannak. Tehát ezek nem akármilyen kijelentések természetesen. No, túl nagy a lendület, tehát eléggé próbáljuk megalapozni azt a nyelvi, hogy mondjam, irányt, amiről szó van, de tudni kell azt, hogy nem egészen 10 esztendő alatt a világ túlsó oldalán, természetesen Közép-Amerika, Mexikó tartományában 10 millió asztékot mészároltak le akkor a spanyolok, amikor Spanyolország uralkodóját Habsburgnak nevezték. Habsburg Károlynak hívták. Hogy érthető legyen most már tényleg az a, hogy úgy mondjam, okfejtés, amelyet itt cérnával, vérrel, verejtékkel, kalapáccsal, ostorral próbálunk mindenáron érvényesíteni. Nem telik el gyakorlatilag 100 esztendő, megkezdődik az északi földrész lerohanása. Érdekes módon az élen 2 olyan nép jár, akik egyébként gyűlölik egymást, az angol és a francia. Na, miközben ők rivalizálnak, hogy kié legyen mondjuk Észak-Amerika, hány millió indiánt mészárolnak le összekacsintva? Nem sokat, csak 40 milliót. Tehát ez azt jelenti, hogy a mai amerikai Egyesült Államok őspolgárai gyakorlatilag Kanadával egyetemben 40 millió indián lemészárlásáért felelősek. Na most itt lehet érzékelni, ha ilyenek kezébe kerül a világ sorsa, akkor abban nem lesz köszönet. És tényleg nincsen köszönet. Hát gondolom látjuk mostanában a híradásokat, tényleg elképesztő, valami egészen egyszerűen hihetetlen az, hogy ők azt hitték, hogy felszabadítóként érkeznek oda, abba az országba, ahol 8 éve már minden 8. gyermek rákos betegséggel születik, az általuk az első öböl háborúban használt vegyi és enyhe atom töltettel ellátott fegyverek miatt. És csodálkoznak. Nos, ezekre mondják, ezek már nagyon úgy tűnik, hogy nem emberek. Tehát olyan szerűek. Tehát itt valami óriási nagy gond van. Na most visszatérve a nyelvi szűrőre, ahol hím nem, nő nem, semleges nem megjelenik, ott lehet tudni, hogy az ember azt mondja, köszönöm szépen. És miért kell azt mondani, hogy köszönöm szépen? Német nyelv nagyon jó példa, és akkor érthető lesz. A német nyelvbe a napot milyen nembe teszik? Természetesen nőnemben. Miért természetesen? Mert ez természetellenes. Miért természetellenes? Azért, mert a nap sugárzó természetű, tehát energiaforrás. Minden, ami sugárzó természettel bír a világban, természetes módon, ezt egy férfi és egy nő azért tudja, az hím karakterű, és minden, ami befogadó természetű, és reményeim szerint ezt minden nő tudja, az gyakorlatilag női természetűnek tételeződik. Tehát mondjuk egy ilyen nyelvvel már a kereszténységet nem is érti az anyanyelvén az, aki gyakorolja. Miért nem érti?
mert számára nyelvileg, ha elkezd becsületesen gondolkozni, teljesen érthetetlenné válik az, hogy Jézus Krisztus miért a világ világossága. Teljesen érthetetlenné válik. Miért? Mert Jézus Krisztus végül is nem nőnemű lény. Ő Istennek a fia. És az, hogy ő a sol justitiae, tehát az igazság napját, ez végigvonul a kereszténységen. Tehát sugárzó természetű hatalomként jelenik meg. Igen ám, de ahol ez megjelenik mondjuk vallásos közegben, anyanyelvi szinten már nem tudja megközelíteni. De erre szokták mondani, ha neked a nap nőnemű, hát neked legyen mondva. Akkor ott nagyon nagy gond van. És most érdemes valamire felfigyelni. Az úgynevezett finnugor népek mitológiájában, tehát a úgynevezett mansi, hanti, hát ez vogul osztják változatban köszön vissza, a nap megint anyai minőségként jelenik meg. Akkor a finnugor népek kiknek a legközelebbi nyelvrokonai, könyörgöm? Na vajon kiknek? Azoknak a népeknek, amelyeknek címerállata minden városban, minden országban a medve. Moszkvától Berlinen át Londonig. Tehát oda tartoznak. Ezzel semmi gond nincs, mert különben nagyon dicséretes módon állnak helyt, és ténylegesen ott tartunk, hogy tőlük aztán lehet tanulni. Hát amikor Schmidt Évával, Halmi Györggyel, Pap Gáborra egy delegáció többször kint járt a úgynevezett legközelebbi nyelvrokonainknál. Schmidt Éva már meghalt, azt gondolom, akik ismerték, az tudják. A régi köztársasági elnökünk a legnagyobb magyarnak nevezte. Na most ez egy kicsit azért olyan szépítő megnevezés, de tudni kell azt, hogy ő nem íróasztal mögött élte az életét. Tehát a finnugor szakon jelentkező katedrabölcsek, azok életükben még nem voltak azon a tájon. Mert ha egyszer kimennék, akkor nének tudnák, hogy képtelenség, hogy egy nagy nép, hát ne felejtsük el, 30 ezeren vannak ott. Tehát a fogalmaink szerint egy jelenlegi Kis-Magyarországban található kisváros lakosságával egyenértékű lélekszámot tesznek ki. Télen nem lehet megmaradni, miért? Mert rettentően hideg van. Nyáron pedig miért nem lehet megmaradni? Mert füllett hőség van, és minden tele van szúnyogokkal, és ilyen apró, ilyen kis muslincaszerű lényekkel. Tehát ha valaki nem odavaló, gyakorlatilag úgy is szoktak ott kivégezni embereket. Tehát ha valaki mondjuk a házastársi hűséget megszegi, nem sokat vacakoltak. Kikötötték egy fához, és ezek a kis apró, kis undorító kis lények 2 nap alatt elvégezték a munkájukat. Tehát nem lehet ott tartósan életet kialakítani. Tehát nép és nemzet szintjén nem lehet megmaradni. És Schmidt Éva elmondta a következőket. Aki viszont kint élt, az osztjákok, a vogulok, hát mansi hantikról van szó, szentként tisztelték, tényleg éjjelét, nappalukat velük töltötték, és ő mondta a következőket. Ő azt hitte, hogy ha kimegy, közös szavakat fognak találni. És szembe kellett nézni a ténnyel. Nincsen. Több szláv eredetű szókincs van a nyelvi állományukba, és a magyar felé egyetlen egy nem mutat. Tényleg egyetlen egy nem mutat. Viszont 30 ezeren vannak, és elmondták a magyar delegációnak, köszönik szépen, jól vannak, és nem fognak kihalni. Eszük ágába sincsen. Csak azért mondom, mert itt néha a pesszimizmus aztán magaslaton jár. Na most nézzük meg nagyon gyorsan a szemita oldalágat, vagyis ennek a harapó fogónak, inkább nem oldalág, a másik ágát. Hát az Ószövetségnek az anyanyelve mindenki úgy értelmezi, magyarázza, hogy tulajdonképpen ott már nem lehet mellé beszélni, ez tényleg a héber. Aztán, hogy itt arámosítják vagy nem, ez legyen az ő dolguk. Na most van egy nagyon nagy gond.
A legtöbb ószövetségi fogalom, és majd látjuk János nevének értelmezésénél is, a héber nyelv által nem értelmezhető. Hogy még inkább érthető legyen, hogy miről van szó. A Holtenger partján van egy kis város, és ez a nyugati partján van, Engadinak hívják. Most Engadival mi a gond? Előveszi az ember a magyar krónikákat, Attila király korát tárgyaló fejezetnél felüti, és Attila címzésénél a következőket olvassuk. Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki Engadiban nevelkedett. Na most mit jelent magyarul az Engadi? Nyilván van valamilyen magyar jelentése, ha Attila Engadiban nevelkedik. Ez azt jelenti, hogy engedem, engedő. Na most minden ífeszítő nép tudja, hogy nem megfeszíteni nehéz az íjat, hanem a megfeszített állapot után elengedni. Ezért, akik még életükben nem íjaztak, azok ne nagyon próbálkozzanak előzetes, hogy úgy mondjam, ismeret nélkül, mert hát ezek reflexíjak. Tehát amikor kihúzza, az olyan erővel csapódik vissza, hogyha az ujjahegyét eltalálja, még a húst is leviszi róla. Tehát engedi. És mi szokott még engedni? Hát például az a sólyom madár, amely sebességét annak köszönheti, hogy minden más madártársával ellentétes módon el tudja engedni azt a közeget, amelyben él. Szabályszerűen lerúgja magát a levegő közegéből, és így éri el azt a hatalmas sebességet. Na most az, hogy engedi végül is mi mindent jelent, én ezt nem részletezem, de nem messze van tőle Arad. Aztán megyünk tovább, már ott vagyunk egy Árpád nevű településnél. És mi a helyzet Betlehemmel? Hát az, hogy a Kárpát-medencében Betlehem, Betlen nem csak településnévként, hanem ősi családnévként is megjelenik. És ha azt mondom, hogy Táborhegy. Mitől Táborhegy a Táborhegy? Nehogy azt higgyük, hogy erre jön válasz. Nem fogunk választ kapni. Na most az Ószövetségnek a nyelvi hagyatéka gyakorlatilag, amikor kulcsfogalmakhoz érkeznek el. Például akár olyan szinten, hogy Ábrahámnak van egy felesége, őt Szárainak hívják. Gondolom ismerjük a történetet. És egyszer csak idős korában névváltáson megy keresztül. És miért megy névváltáson keresztül? Hát Szárainak hívják, és miért hívják Szárainak? Azért, mert minden normális név beszélő név. Tehát ez azt jelenti, hogy nevet azért kapunk, névvel azért jövünk, mert saját nevünk, saját sorsunkat el fogja beszélni. Hát amikor az ember gyermekkorban van, akkor általában nincs kibékülve a nevével. De hogyha fölnő, akkor rájön, hogy nincs azzal semmi gond. De én most nem akarok kortársakat felidézni, hogy milyen névvel élnek körülöttünk. Gyakorlatilag a tevékenységük alapján azonosítani lehet. Hát legalább egyet jegyezzünk meg. Pap Gábor. Na most olyan nehéz belátni azt a tevékenységi kört, amelyben ő kifejti azt a minőséget, amit mi angyali üdvözletnek nevezünk? Tehát ez azt jelenti, hogy egy örömhír által gyakorlatilag egy olyan hagyományt éleszt újra az értelmezés szintjén, amiről mi már lemondtunk. És valami elementáris erővel. Hát az, ami itt Molnár V. József és ő általa történt a Kárpát-medencében 3 évtized alatt, ha nem tűnt volna föl, ez maga a csoda. Ehhez képest egyetlen egy, hogy úgy mondjam, honfitársunkat sem tudjuk melléjük a rangsorba illeszteni. Viszont Józseffel mi a gond? Hát József az új szövetségben, ez is beszél, szerepkör. Végül is nevelő apaként jelenik meg egy olyan valaki mellett, aki neki nem az édes gyermeke. Tehát Jézusnak a nevelő apjáról van szó. Na most a mi Józsefünk, aki azért az életet őrli, mert minden Molnár ezt csinálja. Az életből egy más minőségű élet jön.
egyszer csak elkezdi járni az óvodákat. És minden kisgyermek hogy köszönti Jóska bácsit? Majdnem úgy, mintha az édesapja érkezett volna el oda. Tehát, hogy érthető legyen minden névben. Most az, hogy milyen szinten, benne van egy életpálya. Tehát erre nagyon figyeljünk oda, mert a Jelenések könyvének mentén ezekkel a beszélő nevekkel igen gyakran fogunk találkozni. Na most mi a helyzet Száraival? Hát az, hogy megjelenik neki az angyal, és azt mondja, hogy gyermeket fogsz szülni. Erre mit csinál Szárai? Hát ő azért a törvény korában van. A törvény pedig mit mond? Hát fiam, ha már kiszáradt a méhed, ugye? Akkor nagy valószínűség szerint abba aztán lehet energiát fektetni, de ott az élet nem fog megfoganni. És ezért elkezd nevetgélni, azért valamire figyeljünk föl. Ábrahám felesége, olvassuk el az Ószövetségbe, kuncog az Isten küldöttén. Hát milyen világ ez, könyörgöm? Mert ő jobban tudja, hát ma ugyanez van. Ő jobban tudja. Tehát ő tökéletesen tudja. Az, hogy éppen belecsap egy repülőgép a villám, ez számára nem jel. Az, hogy egy űrrepülőgép, amelynek Kolumbia a neve, hát tudjuk, hogy ez mit jelent, ez galambot jelent. Elméletileg ez maga a békegalamb. Palesztina nevezetű település fölött robban föl, ez neki semmiféle üzenetet nem hordoz. Az, hogy az első, hogy úgy mondjam, honfitárs utazik ezen, ugye az első, és nem jön élve vissza, hát ennek nincsen üzenetérték. Ezek a babonás irakiak, ugye, akik büntetésről beszél, hát na ebből is lehet látni, hogy primitív. Igen ám, de ha én azt mondom, hogy héber, azt is mondom, hogy háború. Tehát a hébernek a magyar nyelvben a szabályos hangalaki megfelelője bizony, ha tetszik egyeseknek, hanem a háború. És ennek a háborúnak az igazi, hogy úgy mondjam, generálója. Hát ezt az volt magyar miniszterelnök is a vasárnapi újságban szörmentén kifejtette. Hát itt nem tengeren túli és iraki ügyről van szó, hanem arról van szó, hogy egy testvérnép, ugye, mert ezek testvérek, érdekes módon semmit nem tudnak a testvériségnek a fogalmáról. Kifele viszont liberalizálunk mindent, mert szabadság, egyenlőség, testvériség sorolja. És közben, amikor nem figyelnek oda, hát kit érdekel az a néhány tízezer gyerek ott? Ne dobáljanak paritjával, mert engem nagyon idegesít. Nem tudom, hogy érthető-e. Az egyik kővel dob, a másikat a páncélautó mögött, lézeres irányítású fegyver birtokában, ez baromira idegesíti. Hát akkor ne menjen katonának. Miért? Mert a katona, ha kijön a sodrából, vérengző vadállaszt lesz. Akkor zsoldos lesz. Hát ilyen nincsen a világ történelemben, hogy ez valami hihetetlen az, ami most sajnos a világban történik. És mindezt olyan jól tárgyalják, csak egyre nem figyelnek oda. A lóláb mindig kilóg, de ezt én inkább teve lábnak mondanám, ugyanis a teve pedig, most ne ijedj, meg a tévé felé viszel. Tehát tulajdonképpen itt már aztán érzi az ember, hogy azért van egy határ, de azért még mindig a határon belül. Miért? Hát hogy hívjuk mi a tévét? Hát nem az igazság, már bennem az, hogy tév. Tehát már benne van az, hogy onnan olyan nagyon sok biztatót nem fogunk mi hallani. Na most visszatérve, mert itt van a kezemben az Új Szövetség. De hogy egy-két nyelvi támasztékkal jelöljük, és ez tényleg tanulságos, Szárai esete pontosan jelzi. Az adott nyelvből ez az átfordulás teljesen értelmezhetetlen. Hát majd nézzük meg egyszer, hogy a bibliai neveknek a héber aláfestésű magyarázata milyen szinten mozog. Isten kedveltje, Isten szerette, Isten tisztelője, Isten adta, Isten hozta, és az embernek már elmegy a keze, ti ilyen jók vagytok. Vagyis ezek nagyon szépen hangzó névmagyarázatok, de huszadrangú szinten jelennek meg a valósághoz képest.
Tehát olyan nincsen, hogy mindent ugyanazzal a maszlaggal próbálunk behatárolni. Na most először van egy Szárai nevünk, és hát ez teljesen egyértelmű, hogy egy idős, elaggott. Hát mi történik az idős emberrel? Hát ki szárad? Hát pont ez a baj. Elkezd rá, mitől ráncosodunk? Pontosan attól, hogy elkezdődik egy kiszáradási folyamat, amelynek a vége az, hogy aztán az ember teljesen megöregszik. És ő pontosan tudja azt, hogy egy idős asszony, aki már kiszáradt, hát ezt mindenki a saját korába tudja, hogy mikor jön ez ideje, nincs az a hatalom, ami életfogantadásra és szülésre tudja majd serkenteni. És az angyal mondja neki, Szárai, ne nagyon nevetgéljél, mert ami az embernél nem túlságosan lehetséges, az bizony Istennél nagyon is lehetővé válik. És hogy értsd, hogy miről van szó, a neved mostantól kezdve Sára lesz. Vagyis mi történik belülről? Hát ezt minden természet közeli nép tudja, hogy a termékenység szempontjából mit jelent egy száraz talaj. Én aztán a száraz talajra hintethetem ám a magokat, még a magvető példázatában is így jelenik meg. És milyen egy olyan talaj, ami már vízzel áthatott. Tehát sárlik. Na most hogy nevezzük azt a, hogy mondjam, itt most nem emberi példát fogok hozni, de azért tudni kell, hogy az állatvilágban, amikor mondjuk egy kanca olyan szintre jut el, hogyan nevezik? Hát bizony sárlik. És ne felejtsük el, hogy nekünk van egy sarlos boldogasszonyunk. És a sarló ebben az esetben nem biztos, hogy mindig azt a sarlót jelenti, amivel a gabonát aratják. Mert régen sarlos boldogasszony ünnepnapján indult a búza aratása, és nem kaszával arattak, hanem sarlóval. Na most ez a sarló, ez természetesen egy olyan égi testnek az analógiájaként jelenik meg, amely földről nézve az alakját változtatja. És hogyha én Szűzmáriát ráállítom a holtsarlóra, akkor eljutok a legősibb Szűzmária képzetkörhöz, a holtsarlón álló, hát Csíksomlyóban ez Babba Mária, holtsarlón álló Szűzmária, aki napba öltözik, és fején 12 csillagból való korona van. Igen ám, de ez már a Jelenések könyvének szövetanyagához tartozik hozzá. Mert a Jelenések könyvében éppen ez az istennői minőség, amely holtsarlón áll, tehát a holdon van, a hold ra támaszkodik az ő léte, ugyanakkor napba öltözik, na most a hold melyik égitest fényét veri vissza? Hát természetesen a napnak fényét. És 12 csillagból való korona van a fején. Most a 12 nem biztos, hogy pont 12 darabot jelent, könnyen lehet, hogy a csillagnak 12 stációjára vonatkozik. Mert a nap, a hold és a csillag, hát tudjuk, a csillag ebben az esetben az maga az esthajnal csillag. Tehát a Vénusz, a szeretetnek és a szülésnek az égi felelőse és bolygója. Végül is 12 téridő egységen keresztül haladva végez egy kört a saját, hogy úgy mondjam, pályaadataihoz viszonyítva. Tehát itt lehet már érzékelni azt, hogy egy olyan fajta most visszatérve váltás történik, amit nem lehet megmagyarázni abból a nyelvből, amit mi az Ószövetség elsődleges forrásának nevezünk. Mert egyedül a magyar nyelv logikája alapján tudom, hogy mit jelent egy száraz mé, és mit jelent az, hogy na jó van Szára, ide figyelj, Sára lesz a neved. Ezt azért tudni kell. Hát én nem akarom itt a férfi ember kalandjait részleteznem. De most inkább a fiatalok, hát nem is tudom, hogy melyik korosztály figyeljen oda. Na, nem akarom feszegetni. De ha ez a minőség működik, egyszerűen nem lehet az életet bevinni. Ha itt nem telítődik nedvanyaggal, akkor nem lehet. Ha telítődik, nyilvánvaló módon.
a odajutás és az életnek a elindítása lehetővé válik. Na most, akkor lehet aztán tovább menni, tehát példákat hozhatnánk, de nem ez a feladatunk. Tehát mostantól kezdve, és akkor én úgy gondolom, hogy szünetet nem tartunk, úgyis a jó levegő van itt különben, tehát a levegő az van, egy fél óra alatt végzünk. No, tehát jelenések könyve. Na most az, hogy mi a jelenések könyvét nem a kabbala útján fogjuk értelmezni, ez is nagyon jó értelmezési mód, de nagyon érdekes az, és hát azért tudni kell azt, hogy ennek tényleg nagy hagyománya van. Hát jelent meg egy könyv, a Biblia kódja például. Gondolom azért ismert ez a könyv. Most megjelent egy második része is, igazodva a világ eseményekhez, természetesen a tornyok összedőlése is benne van a Bibliában, Biblia kódja. És erre az ember azt mondja, hát ha kódolt a Biblia, héber szöveggel, számértékkel, betűjellel, akkor miért nem jeleztétek ezt a katasztrófa előtt? Hát ez ilyen egyszerű. Tehát figyeljünk oda, hogy állandóan kullogunk az események mögött, és azt mondjuk, igen, benne volt a Bibliába. Hát persze, hát ilyen alapon tényleg minden benne van a Bibliában, még az is, ami nincs benne. De mivel általában minden szentkönyv az életről szól, minden élethelyzetre találunk bennük példázatot. Milyen élethelyzetre is? Látszólag teljesen ellentétes előjelű élethelyzetre is. És a legnagyobb gaztettet ott szokták elkövetni, amikor az igéket vagy igehelyeket egymás ellen kijátszák. Emlékezzünk arra, hogy például Mózes megtiltja a zsidóknak azt, hogy a csillagok, bolygók járásából bármit, hogy úgy mondjam, megfigyeljenek. Igen ám, de már jönnek a zsoltárok, és ott mit találunk? Az egek beszélik és hirdetik, és az égitestek, a bolygók, a nap és hold jelzik Isten dicsőségét. Akkor most melyik az, amit követni kell? És valamire még figyeljünk oda. Mózes a zsidóknak tilt meg valamit. Tehát ez a magánügyük. Intézzék el egymás között. Tehát ezt nem lehet népeknek kötelezővé tenni, amit Mózes abban az élethelyzetben, annak a népnek abban az időben mondott. Tehát ezek alapvető, hogy úgy mondjam, tények, főleg azok után, hogy van új szövetség is a világon. És az új szövetségnek mi a lényege? Az, hogy ami régi, az bizony ha tetszik, hanem idejét múlt, eltöröltetett. És amikor ő törvényről beszél, hogy a törvénynek be kell teljesednie, és mindennek ott kell maradni, hát meg kell vizsgálni, hogy milyen törvényre gondol. A szeretet törvényére. Világos? Tehát ő nem az ószövetségi törvényről beszél, szó nincsen erről. Na, tehát az a legnagyobb gond általában a értelmezési kísérleteknél, hogy a beidegződések sokkal hatalmasabb súllyal jelentkeznek. Tehát hiába olvasom el én, hogy mi van odaírva, mivel nem úgy neveltek, hogy meg is értsem, hogy mi van odaírva, ezért nem vagyok hajlandó értelmezni, észlelni azt az üzenetet, ami szól hozzánk. Na most az, hogy még egy utolsó nagy visszatérés az évszámokra. Tehát az, hogy mi nem a kabala útján járunk, ennek megvan a maga oka, majd meglátjuk, hogy mi az oka. Tehát az ok az nagyon tanulságos, és ez már a magyar hagyomány működésrendjére visszavezethető. De az, hogy 2012, hát itt váltak el útjaink. Vagy lehetne más dátumot mondani. Tehát amikor én kötöm az ebet a karóhoz, vagyis azt mondom, hogy a maják azt mondták, hogy, egyiptomiak azt mondták, hogy, ez körülbelül addig hiteles, ameddig mi hitelesíteni tudjuk jelenlegi naptári időszámításunkat. Na most mi a legnagyobb gond a jelenlegi naptári időszámításunkkal? Az, hogy mi gyermekkorban a nagy októberi győzelmet novemberben ünnepeltük. Tehát, hogyha valakinek gondot okoz belátni az,
hogy egyáltalán nem biztos, hogy jelen pillanatban 2003-at írunk, legalább a saját közelt múltja jusson eszébe néhány pillanatra. Tehát a naptárral úgy tűnik gond van. Innentől kezdve válik izgalmassá az, hogy amikor a hódítók megjelentek Indiában, Afrikában, Amerikában, Szibériában, és érdekes módon ezek a hódítók, ezek gyakorlatilag két néphez tartozó hódítók voltak, vagy két nagy népfajhoz, a szemita és az indoeurópai. Voltak más hódítók is, de a másféle hódítók, itt elsősorban a török-turáni altáji, uralaltáji népekre kell gondolni, nem a más népek kiirtásával kezdte a hódítást. Eleve például a magyar nyelvben az, hogy hódítók, ez nem egy alantas fogalom. Hát ha én meg tudok hódítani egy nőt, akkor milyen eredményt értem el? Tehát nem arról van szó, hogy legázolom, meghódítom. Éppen ezért például a lovas népek hatalmas birodalmakat tudtak pillanatok alatt kialakítani. Anélkül, hogy be kellett volna menni, át kellett volna menni a sivatagon, és hát mondjuk, most mondok egy nevet, emlékezzünk a rádióba, hát éppen Vácra mentünk, hallgatjuk a rádiót, Baszra városát elfoglalták. Megyünk vissza az előadás után Vácról, Baszra környékén harcok dúlnak. Na most akkor mi történt? Na most, ha az ember nagyon szemtelen, akkor azt mondja, hogy egy szótag cserével az a ra, az kerüljön a bász elé, és nagy valószínűség szerint ez fog velük történni. De kegyetlen módon. Tehát gyakorlatilag közel járnak hozzá. Na most tudni kell, hogy ez inkább a poénkodásnak a leleménye. Tehát most nehogy arra az szivárogjon innen ki, hogy mi most elkezdtünk itt minden, de hát végül is, hát ha mi értelmezni tudjuk, akkor már az ember azért tudja, hogy na jó, ott valami nagy gond lesz. Szóval ott azért valamiben ők nagyon belenyúltak. Tehát a legnagyobb gond az, amikor valaki, gondoljunk Nostradamus jóslataira, most annyiféle kiadás jelent meg, hogy az ember már nem is tudja, hogy hány apokrif, meg áll, meg pre, meg nem tudom hány Nostradamus van. És érdekes módon a legnagyobb gondok mindig ott jelentkeznek, hogy időponthoz. A világ vége mikor közeledi, mikor következik be. És akkor bonyolult számítások vagy hasraütés alapján megadnak egy dátumot. Na most a fiú viszont, tehát Jézus Krisztus, az evangéliumokban erről mit mond? Az, hogy ez nem a ti dolgotok. Azt a napot, azt az órát, azt a percet az ég angyalai sem tudják, a fiú sem. Tehát bármennyire hihetetlen, miért? Mert az, hogy mikor lesz vége valaminek, ez arra a szerepkörre van kiosztva, aki elindít valamit. Tehát aki teremtette a világot, na most kiteremtette? Az Atya. Nyilván ő tudja azt, hogy az utolsó csepp a pohárban melyik csepp lesz, és ez milyen dátumhoz köthető. És a jelenések könyvének végül is van egy örömüzenete, és itt ér el a kabbalisztikus fejtegetéstől az utunk, mert a kabbalisztikus fejtegetések a rémségekre helyezik a hangsúlyt, nem véletlenül egyébként. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez a bizonyos pokoli elszabadulás, ez a jelenések könyvének középső tartományában jelenik meg. Tehát nem erről szól a jelenések könyve, hanem arról, hogy van egy örömüzenet. Tehát boldog, aki olvassa. Majd találkozunk reményeim szerint rögtön a bevezető mondatokkal. Tehát igenis, itt nem arról van szó, hogy rettegni kell, félni kell, hogy bekövetkezik az ítélet. Miért nem kell rettegni és félni? Mert a kegyelem korában élünk. Tehát ez azt jelenti, hogy még az utolsó utáni pillanatnál is bekövetkezhet a csoda, ha ezt az emberiség meggondolja. Vagyis megbánja vétkeit, töredelmesen bevallja, és megpróbálja jóvá tenni.
emberi számítás szerint, és ez gyakorlatilag tudományos tény. Tudni kell azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok néhány évvel ezelőtt felkérte a világ nagy egyetemeit, hogy számítógépes program segítségével dolgozzák ki a végső időkre vonatkozó programot. Tehát ez azt jelenti, hogyha ilyen ütembe folyik a környezetszennyezés, akkor még hány esztendő van hátra? Mit lehet tenni? És hát a magyar egyetemek is kaptak felkérést, Gödöllőn is. Tehát ezt pontosan azoktól tudom, akik ebben a kutatásban részt vettek. És jött a váratlan fordulat. Számítás szerint a földi élet nem reális, hanem irreális tényező. Mert átléptük már a határt. Tehát a környezetszennyezés szintjén, a környezetünk rombolásának szintjén számítások, és ezért nem számítgatunk. Mert a jelenések könyve nem a számítgatások könyve. Hogy ennek a betűnek a héber nyelven milyen számértéke van, számolgatunk, kijön egy új fogalom, és kérjük a Nobel-díjat. Hát ilyen nincsen. A kegyelem korában emberi számítás szerint, és hangsúlyozom, ez tudományos tényadatként került be, hát nem nagyon szellőztették meg, de a Földön az élet már irreális tényező. Már legalább évtizedes nagyságrendben irreális tényező. Ebből lehet tudni, hogy a kegyelem nagyobb hatalom, mint az úgynevezett ószövetségi törvény. Jóval nagyobb hatalom. És hogyha az atya úgy gondolja, hogy kegyelmet ad, akkor a világ vége olyan módon, ahogy megjövendölték mondjuk a jelenések könyvébe, nem fog bekövetkezni. A jelenések könyvének szövetanyagán ugyanis, ha az ember végig szalad, megdöbbenve tapasztalja. Végig ott van a biztosíték. Tehát ez azt jelenti, hogy jó, feltéptünk egy pecsétet. Jó, feltéptünk még egy pecsétet. És már megjön a kompenzációs erő, hogy azért ne omoljon össze a világ. És van egy olyan pillanat viszont, ami végül is azért köthető egy eseményhez, ahol már nincsen visszaút. Tehát a jelenések könyve jelzi, és ez az utolsó utáni pillanatot követő pillanatban van. Tehát már túlmegy azon a határon, hát tudjuk az utolsó cseppnek a pohárban az a lényege, hogy elvi, tehát itt elvi jelenségről van szó, olyan események következnek, amely a cseppek összegzéséből nem számítható ki. Tehát egészen más váltás történik a világban. Tehát nem a cseppek adják össze azt, mert abból nem tudom kiszámítani, hanem egyszer csak elindít egy lavinaszerű folyamatot, amit sem kiszámítani nem tudok, amikor bekövetkezik, meg sajnos megelőzni sem áll már módonban. Tehát Jézus a világ végére vonatkoztatva általában az új szövetség, hát a Lukács evangéliumban, Márkban és Máté evangéliumban nagyon sok mindent elmond. És érdekes módon János evangélium az utolsó időkről semmit nem. Gyakorlatilag hallgat. Hát igen, az ember már tudja, hogy miért. Hát vajon miért? Mert ez a János majd, hát tartalékolta ezt a tudást. És itt teljesen mindegy, hogy jön most a vallástörténész, és azt mondja, hogy szövegellemzés útján be lehet bizonyítani, hogy egész más stílusba íródott a jelenések könyve, mint a János evangélium. Erre azt mondja az ember, igen, rendben van, irodalmi Nobel-díj, mehetsz, odaadják, átadják. Tehát, hogy érthető legyen, itt a jánosság működik. És az, hogy miért éppen a jánosság, na ez lesz egy külön kérdés, mert Péternek is, az apostol fejedelemnek is vannak a világ végére vonatkozó jövendőlései, és ő határozottan az elemi közeget is megnevezi. Tűzben fog pusztulni a világ. Jakab apostolnak is vannak erre vonatkozó célzásai. Tehát tulajdonképpen minden egyes apostol, vagy majdnem minden hagyomány rétegben felmerül az, hogy mi történik a világ vége körüli időkben, de kibontva.
Tehát lépésről lépésre, napról napra, óráról órára, tényleg a jelenések könyvében összegződik ez a menetrend. Na most ez a menetrend, ez egy örömhírrel indul. Megpróbálom ezt az örömhírt érzékeltetni, és akkor fel is olvasom. Hát én a Károli féle fordításhoz szoktam hozzá, lehet, hogy ez nekem most nagy gondot fog okozni, tehát azért elkezdem mégiscsak olvasni. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tehát így indul. Na most eleve az apokalipszis, az nem biztos, hogy kinyilatkoztatást jelent. Tehát itt lehet látni azt, hogy nyelvek alkalmasak vagy alkalmatlanok bizonyos jelenségek leírására. A görög nyelv minden jel szerint alkalmatlan. Na most már a legkorábbi fordításban nem az elsődleges görögöt fordították vissza, hanem itt is van kijelentés, kinyilatkoztatás. Az apokalipszis ugyanis végeredményben leleplezést jelentene. Na most ezt is lehet értelmezni, igen ám, de ez egy másodlagos tényező. A kinyilatkoztatás, a kijelentés, az miért lényegesebb és fontosabb ilyen szempontból? Mert az, amit leleplezünk, én mondjuk ide teszek valamit, ráborítok egy lepedőt, kimegyek, közbe bejön valaki, megnézi, hogy mi van alatt, azt mondja, hogy nem tetszik, elviszi, oda teszi helyébe azt, amit ő gondol, ráborítja a lepedőt, visszaér a leleplező, és íme lelepleztük. És végeredményben nem az van alatta, amit tulajdonképpen várni lehetne. Nos, nyelvi közegben ez a görög, a latin és a héber nyelv. Tehát ezek behelyettesítésként vannak ott. Tehát az apokalipszis végeredményben leleplezést jelent, másodlagos szinten, mert ilyenek az indoeurópai nyelvek. Egy fogalom, gondoljunk a szanszkritra, leírja, hogy bala mondjuk, és akkor ez a bala jelent 26 ezer dolgot. Jelenti a hőscincért, jelenti a homokot, jelenti az eget, jelenti a tüzet, jelenti a könyökömet, na de milyen logika alapján? Van valami és beledobálja. Tehát a magyar nyelv így működik, emlékezünk a héber háborúhoz. Tehát meghagyja a legfontosabb nyelvi alapegységeket, a mással hangzókat. És ennek a rendszerében, ugyanabban a nyelvi vonatkozásban hozza a jelentéstartalmakat. Gondoljunk a legáltalánosabb, hatalmas nagy szóbokorra. Például a halálnak a szóbokra. Már ott van a háló, ott van a hűlő, ott van a hüllő, ott van a hála, ott van az, hogy hall. Na most miért fontos a hall? Tehát az, hogy én hallok, mert akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Most a tibeti halottas könyvnek mi az eredeti címe? Bardo Tödolnak. Tehát mi a halálban a legfontosabb tényező? Kiderül, hogy a hallás. De erre a tibeti sem tud megfelelő kifejezést élni, ezért azt mondja Bardo, hát ez a két állapot között, Bardotos Grol. Tehát két állapot közül hallás útján való megszabadulás. Na most ezt a magyarban olyan nehéz belátni, hogy neki el kell mondania egy litániát, nálunk meg a nyelv olyan szerkezetű, hogy tudom, hogy a halálból hallás útján van szabadulás. És ekkor válik érthetővé az, hogy Jézus miért figyelmezteti az írástudókat arra, hogy egyetlen egy jel adatot. Se több, se kevesebb, egy. És ez az Ószövetségből áthozott jel. Tehát egyetlen egy példázatot hoz ő át az Ószövetségből. És ez tényleg példaértékű, mert akik toporzékolnak, könyörögnek neki a jelél, azok írástudó farizeusok. Hát olvassuk el az evangéliumot, tényleg erről van szó. És mit mond nekik a fiú? Azt mondja, hitetlen parázna nemzetség, nincs jel. Szóval nehogy azt gondoljátok, hogy majd az lesz a bizonyíték, hogy én itt elkezdek nektek majd, nem is tudom, levitálgatni. Hát ne az legyen a bizonyíték, hogy én elkezdek levitálni, vagy a vizen átmenni, hanem igenis legyen elegendő bizonyíték arra vonatkozóan az, amit mondok.
maga az ige. Tehát ez alapvető tétel. És azt mondja, jól van, ti akartátok, Jónás próféta jele. Mert ahogy jel volt Jónás a niniveieknek, úgy lesz az emberfia jelennek a nemzedéknek. Tehát egyetlen egy példázatot hoz át. Most Jónással mi a helyzet? Tényleg példaértékű. Hát emlékezzünk vissza, elhívja őt az Úr szolgálatra. Azt mondja, hogy menj Ninivébe. Most képzeljük el, hogy a Kolumbia űrrepülőgép utasának azt mondja, ne oda menjél a világűrbe, menjél el Bagdadba. Mit fog csinálni? Hát nem csinálta majd szegény, mert más volt a sorsa, de Jónás ugyanezt járja. Én elmenni, most ne ijedjünk meg, a gólyok közé. És itt vannak a gondok. Hiába szólítja meg az Úr, hát Ninive az, neve, asszír birodalom fővárosa volt, hosszú ideig. Tehát nem zsidók lakták. Tehát olyan, hogy egy zsidó elmenjen a nem zsidóknak hirdetni azt, hogy van kegyelem, engedelmet kérek Jónásként, kikérem magamnak. És mit csinál? Lerohan a tengerpartra, megveszi a hajójegyet, hát a hajó legalább menjen el mondjuk mai Spanyolország partvidékéig. Felmegy a hajóra, na igen, ám, de mi történik? Elkezd háborogni a tenger. Hatalmas vihar van, Jónás még mindig nem tér észhez, lemegy szépen a hajó mélyére, és alszik, mint aki jól végezte dolgát. És lemegy a hajós kapitány, és ébrezgeti Jónást, hogy hát figyelj, itt mindenki attól fél, hogy elsüllyed a hajó. Hát ki vagy te? Vagy hogy kerültél ide? És figyeljünk oda valamire, sorsot vetnek kik? A pogányok. Egy ilyen drámai helyzetben, hogy kit terhel a felelősség. Most gondot okozna ma az, hogy emlékezzünk erre a villámsújtotta miniszteri repülőgépre. Hát figyelj oda, te szerencsétlen majom! Mi történik? Mész tárgyalni, ma ezt úgy mondják, hogy nyelvet szoktak használni, és nem akarom részletezni, és 3000 méteres magasságban repülődve belecsap a villám. Na most ez Jónáshoz a jel. És itt lehet látni, hogy ezek nem értenek bizonyos dolgokat. Ezek benne maradtak sajnos az Ószövetségbe, de nyakig, sőt már el is merültek benne. Mert Jónásban legalább tisztesség volt. Pontosan tudta, hogy a vihar miért van. Ő miatta van. És nehogy azt higgyük, hogy ilyen beteges ember volt. Hát Jézus példaként állítja elő. És Jónás töredelmesen bevallja, hogy miatta van, és most figyeljünk, nincs vége a példázatnak, mert ez egy hosszú példázat. És azt mondja, hogy engem dobjatok a tengerbe, mert minden miattam van. Na most, ha valamelyik nagyhatalom eljutna ma erre a szintre, hogy az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy miattam van. Na, az emberiség legtöbb nyavajája sajnos, be kell látni, miattam van. Na, akkor lehet elkezdeni tárgyalni bizonyos dolgokról. Addig egy percet sem. Na most, beledobják Jónást a tengerbe, persze sorsot vetettek előtte, és kire mutatott a sorsvető? Hát bizony Jónásra. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis működik egy ilyen tájékozódási lehetőség. Ez nem pogányság, nem babonaság, oda kell figyelni. És hát az élethelyzet dönti el, hogy lehet-e alkalmazni. És jön egy hal, és hát ez a lényeg. Elnyeli őt a hal, és 3 nap, 3 éjszaka a halnak gyomrában van. Na most ez milyen közeg? Magyarul. Hát ez a halálnak a közege. És mire jön a figyelmeztetés? A halálból is van feltámadás, mert ez az ember fiának az üzenete, a feltámadás. Tehát ezt azért mondtam el, hogy érzékeljük, a nyelv bizony nagyon fontos. Tehát amikor mi mondjuk a hal szavunkon keresztül gyakorlatilag egy világrendszert tudunk kiépíteni, akkor nem azt az utat járjuk, hogy van a bala, ez erő, hatalom és egyebek, és akkor beledobunk még mindent. Jelenti a krétát, jelenti a könyv, na de milyen alapon? Mert valaki egyszer ráfogta. És onnantól kezdve nem mondhatta azt, hogy ez azon kívül, amit mondjuk jelent,
semmi többet nem fog jelenteni. Tehát lehet érzékelni, hogy van egy olyan fajta logika, amelyik tudja azt, hogy, és most megint szeretett mesterünktől idézünk, hogy tudják azt, hogy na, kezdjük akkor az ABC-nél. Az ötről általában mindent precízen el tud mondani. Ilyen nyelv segítség, mindent, öt. Tehát mindent, az, hogy kettő, meg három, meg egyebek, mindent el tud. A hatról is. Mi van a gond? Hol jön a gond? Ötről hogy jutunk a hatra? Na most erre képtelenek. És pontosan ez a váltó, ez a rendkívül érzékeny, ugyanakkor vágás nélküli áthaladás a legfontosabb. Mert ez azt jelenti, hogy nincs törés a gondolkozásomba. Tehát egyszerűen tudom az átmeneteket. Pontosan nyomon tudom követni, hogy miből mi lesz ebben a világban. Nem kell felszeletelnem a világot magam körül. Na most a hallal mi a helyzet? Hát az, hogy ott van a hála. Nagyon ide tartozik ám. Ott van a hallás, ezt már megbeszéltük. Ott van a hal. Ott van az, hogy hűl. Hát a halott attól halott, hogy? Hát bizony, hogy kihűlt. Na most az, ami figyelmeztetésként elhangzik, és majd látni fogjuk, ez nem csak egy szóval pörgethető végig a magyar nyelvben. A magyar nyelv így épül fel. Tehát lényegében szerves karakterű nyelvről van szó. Na most visszatérve tehát az új szövetségre. Jézus számtalan alkalommal, de legalább egy helyen bizony a világ végéről említést tesz. És nem is akármilyen módon. Éppen a nagy bevonulás előtt, a Jeruzsálembe történő bevonulás előtt emlékezzünk vissza arra, hogy és már túl van a bevonuláson, de oda-vissza gyakorlatilag egy fa játssza a főszerepet. Tehát amikor ő bevonul, messze meglát egy fügefát. És hát gond van ezzel a fügefával, mert ő ugye Isten fiaként nem tudja, az nem értesült. Hát ugye ez nem, hát az mindenre nem terjedhet ki a figyelme 33 éves korába, hogy mikor van fügeérésnek ideje. És hát ugye küldi Pétert, hogy hozzon gyümölcsöt. Mit mond Péter? Nincs rajta gyümölcs. Erre mit csinál Jézus? Ahelyett, hogy belátná, hogy nincs itt a fügeérés ideje, jön egy hatalmas dörgedelem. Hogy ne is egyék rólad ezentúl senki fügét. Tehát, hogy innentől kezdve te ne teremjél gyümölcsöt. Majd másnap kijönnek, és Péter mutatja, Mester, nézd, elszáradt a fa. Na most a fügefa az tényleg rendkívül fontos példázat, mert a Jelenések könyvében visszatér. És pontosan ott tér vissza, ahonnan már nincsen visszaút. Tehát ahol majd látni fogjuk, hogy ahol a fügefa a Jelenések könyvében megjelenik, az egy olyan pecsét felnyitásánál történik, ahol ha azt a pecsétet felnyitják, utána van egy döbbent nagy csönd, van egy várakozás, még mindig lehetne, de már nem lehet. És az ember tűnődik, hogy mégis miért éppen a fügefa? Hát annyi jó kiállású fa van. Ráadásul nagyon jó gyümölcse van a fügének. Hát aki járt már mediterrán vidéken, tudja, hogy a füge, hát az olyan, hogy az ember szájába is szétomlik, és olyan édes, mint a, hát ez közhely lesz, amit mondok, mint a méz, de én amikor ezt megtapasztaltam, akkor be kellett látni, hogy a füge is a szeretett gyümölcsök közé tartozik, mert tényleg nagyon jó ízű. Tehát ami itt van, az egy más kategória. Na most nézzük meg azt, hogy mi mindent jelenthet magyar nyelven a füge. Most tudjuk azt, hogy az evangéliumokban a fával való példázat is nagyon hangsúlyos. Például van egy olyan eset, amikor a vak szeme fölnyílik. Emlékezzünk a folyamatokra. Tehát a gyógyulás megtörténik. Sárral, ha jól emlékszem, megkenik Jézus a szemét, nyílik fel szépen a szeme, és jön a kérdés, hogy mit látsz. És a válaszban mi foglaltatik benne? Látom az embereket, mint járkáló fákat. Na ez az életfának a látása.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy már kezd derengeni a látását, hanem nézzük meg, hogy általában a fa magassága milyen, és az ember magassága. Tehát amikor én járom, látom azt, hogy az embereket, ahogy járnak faként, ez azt jelenti, hogy az emberi élet mélyére látok. Tehát tényleg fölnyílt a szemem. Most kezdem tudni azt, hogy mit jelent élni ezen a földön. És ha ezt fához kötik, ez az életnek a fája. Na de van-e a halálnak fája? Hát úgy tűnik, hogy nem csak a kezdetnek, az indulásnak, az életnek, a születésnek van fája. Egyébként általában a magyarság körében, tehát a Kárpát-medencében, mind a mai napig hagyományőrző helyen teljesen általános szokás az, hogyha fiúgyermek születik, ilyen fát ültetnek facsemetét, ha leánygyermek születik, olyan facsemetét ültetnek. Általában, ha fiú születik, körtefát ültetnek, ha gyümölcsfákról van szó, ha leány pedig almafát ültetnek. És miért éppen almát, ezt minden jószemű férfi azért tudja. Azért valljuk be, hogy miért nem körte. Hát ki dönti ezt el? Hát ennek megvan a maga logikája. Még a második világháborús históriák is hogyan beszélnek erről a jelenségről? Honnan lehetett tudni, hogy valaki már nem jön a távoli vidékekről haza? Úgy, hogy kiszáradt a fája. Tehát elkezdett szépen tönkre menni, és gyakorlatilag ott már nem is, már elsíratták. És 90 esetből 90 viszont úgy végződött, hogy tényleg nem jött vissza. Csak ehhez tudni kell, hogy az életfa, ez nem attól izgalmas, hogy a hinduizmus csakra rendszerében beszélnek az életfáról, mert akkor már ismerős, ugye? 7 csakra rendszer, ugye a világtengely, gyökerek, egyebek, lombok, vagy a kabalának a szefirot nevezetű, kristályszerkezetű, nem élő fára emlékeztető képződménye. Abban a pillanatban, ha idegen példát mond az ember, mindenki tudja, hogy mi van. Életfa, világfa, istenfa, megint Molnár V. Józsefet kell idéznem, minden magtermőfa, ezek stációi a fával jelzett életnek. Na most világfa és életfa. Tehát a világnak is van fája, és bizony a középkorban, hát most a kabbalista világképnél, ha megrögződünk. Mert ténylegesen a zsidó hagyományon belül is ábrázolnak olyan világfákat, és a hinduizmus is ismeri. Olyan fajta világfa, amelynek gyökere az égben van. Hát ez egy fordított világ egyébként. És gyakorlatilag a gyökere, szép a gondolat egyébként, csak lehet érzékelni, hogy egyszerűen nem tudnak sajnos illő módon gondolkozni. De jó legyen a gyökere az égre. Tehát fejjel lefele lóg le a világ. Ez tényleg bravúr, ezt így kell csinálni. Hát ezért jöhetnek olyan elmebeteg rendszerek, hogy azt mondja, na jó, akkor én most talpára állítom. Ismerjük a középkor filozófiai irodalmát és hagyatékát. Hegel feje tetejére állította a világot. Na de jön egy kiváló, zseniális közgazdász, ugye, nagy szakállal, bajusszal, bankárháttérrel, kutya nem olvasta volna a könyveit, ha bankárhálózat nem terjesztette volna aztán magát az ideológiát. Próbáljuk ki, írok egy könyvet. Van súlya, hogy érthető legyen. Hangsúlyozom, így kell csinálni, gyakorlatilag jól csinálják, csak az idő közel van. És ő talpára állítja a világot. Na most tényleg vannak olyan világfa képzetek, az égben gyökerezzük, és ahogy jövünk a föld felé, úgy fejjel lefele bontja az ágait. Tehát a fával, az élő fával magát a világot meg lehet idézni. Gondoljunk a magyar hagyományra, ágai között megy a nap, a hold és a többi csillag. Magyar Szent Korona előső homlokzati részen a fiúisten Pantokrátornak is szokták nevezni mindenségbírónak. Egyik oldalán ott találjuk az egyik fát, másik oldalán ott találjuk a másik fát.
Most bármennyire hihetetlen, sem a nyugati egyházművészetben, sem a keleti egyházművészetben nem ismert az a fiú ábrázolás, amely úgy örökíti meg a fiút, hogy fák között jelenik meg. De a korona alsó része Bizáncban készül. Na most kérem azt a bizánci ikont, vagy zománc képet, ahol a fiú fák között jelenik meg. Na most a felső emeleten a keresztpántok találkozásánál az atya jelenik meg. Fiú képében az atya megjelenik, fölfelé szól az üzenet, na de hogy, megint csak fák közegében. De itt a fák hegyénél már megjelenik két égitestnek a képe. Most első ráfutásra az egyik a világosságnak, másik a sötétségnek, egyik a nappalnak, másik az éjszakának, egyik a napnak, a másik a holdnak a képjele. Tehát milyen fáról van ott már szó? Ott már a fényfájáról van szó. Na most, ha az ember ezt tudja, hogy a fáról, tehát az, hogy gyümölcséről ismeritek a fát, végigfut a példázatokban. Igen, de a világvége példázatban is megjelenik. És az, hogy a fügefa végig egy apokaliptikus, lezáró világvége helyzetben jelenik meg, ezt a fügéből gyakorlatilag, ha én a gyümölcsre vagyok kíváncsi, vagy egyebekre, nem lehet tudni, hogy miért. De ha ismerem a magyar nyelv sajátosságait, hogy miért éppen a füge, hangsúlyozom, van elég fa a világban? Hát van elég fa. Bárhonnan lehetne a példát hozni. Mert itt egy nyelvi univerzum. Hát kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Nem tehetünk róla. A világot szóval, teremtő igével teremtették. Na most olyan nyelvekben, ahol ismerik az F hangot, és nagyon sok nyelv ismeri az F hangot, ahol ismernek még hasonló hangokat, kiderül, hogy vannak váltó hangok egy olyan kategórián belül, ahol az F rokona a P-nek, rokona a B-nek és rokona a V-nek. Mert ugyanott képzem lényegében. Tehát egy helyszínt körbe járva képezem ezeket a hangokat. Tehát az F-nek az egyik váltó párja viszont a V. Vagy gondoljunk arra, azt mondja, hogy Bálint vagy Valentin, van különbség? Van különbség a Bálint és a Valentin között? Pusztán az, hogy a B-V váltás megtörtént. És ha nagyon modoros vagyok, akkor a gyereknek Valentin nevet adok. És Valentin napot tartok. Hát szegény Balasi Valentin, ugye? Hát most már tényleg az ember már ott tart, hogy tart, ahol tart. Na most a füge szabályos hangalaki megfelelője az, hogy vége. Tehát ez a végnek a fája. Ezért az apokalipszisben a halálnak a fája az a fügefa lesz. No, és akkor most jöjjön a... Mert hát ezek inkább csak ilyen, hogy mondjam, tehát szemelgetünk abból, amit még nem értünk el. De még egy valami, mi nem kabalisztikus úton fogunk járni, pedig nagyon divatos és tényleg lenyűgöző a kabalista tudás. Hát ennek megvan a maga oka. Többek között az, hogy az új szövetség nyelvezete az nem a zsidó nyelv. Tehát nem a héber nyelvet használjuk. Na most erre jön egy válasz, hogy a görög ABC betűinek is van számértékük. Hát erre pedig azt mondjuk, jó, ez legyen a görögök magánügye, számolgassanak. Hát számba veszem a világot, és nagyon sok mindent jelenthet. De ha elkezdem számszerűsége szerint bontakoztatni, akkor hova jutok el? Egy végletesen racionalizált világhoz fogok eljutni. És a Jelenések könyvének értelmezői, akik végül is kénytelenek a görögöt állandóan átültetni a héberbe, mintha ez magától értetődő lenne, gyakorlatilag egyetlen egy síkon tudnak mozogni. És ez hatalmas erővel figyelmeztet. A rettenetek síkján, a csapásoknak a síkján. Tehát az, hogy a fenevad számértéke. És akkor fejtegetik, hogy a 666 az tulajdonképpen a 400-ból, a 200-ból, a 20-ból és a 6-ból áll össze. És akkor én megkérdem, és akkor mi van, könyörgöm? Engem nem érdekel, hogy mi a fenevad száma. Hát
kimegyek, látom, hogy hol van, kész. És igyekszem elkerülni. Most mit számolgassam? Egyszerűen nem érdekel. Nem tudom, hogy értünk-e valamit. Nem erről szól a jelenések könyve. Tehát a kabala végeredményben az örömüzenetet nem tudja tolmácsolni. Ténylegesen azt a közeget tudja vissza Armageddon. Ismerjük. Tehát ezeket a tényleg ilyen nagyon felhozott, körülírt, de amikor tényleg a rettenetek mozognak, és nem tudja a végső megoldást megadni. Kéjeleg abban, hogy akkor ő is a sátán, meg az Armageddon, meg összejönnek, meg egymást írtják, bucskázik egyet a sárkány, lesz belőle fenevad bucskázik, lesz belőle ördög, és hogy ez milyen izgalmas. Engem ez, és remélem szerint a hallgatóság túlnyomó többségét nem izgatja. Tehát ez legyen az ő tudásuk. Nagyon magas rendű tudás, de valamit lehet érzékelni. A teremtésről nem tud mit mondani, és azt az utat sem találja meg, ami az új éghez és az új földhöz elvezet. Tehát a legfontosabb, a miértre nem tud magyarázatot adni. A részleteket számszerűen új fogalmat bont ki belőle, tényleg ilyen számítógép precizitással. Tehát most tudjuk, hogy mit ér a számítógépes hadművelet. Mit ér? Egymást lövik ezekkel az intelligens, okos fegyverekkel. Hát ez tényleg már vígjáték. Ha nem halnának meg emberek, az ember tényleg csak nevetgélne. Hát mi kell még itt, hogy az emberek észhez térjenek? Ha egymás nem ismerik fel ezek az intelligens, hasadó anyaggal dúsított fegyverek, akkor majd az iraki kisfiú és az iraki bandita között különbséget tesz. Hát az angol és amerikai között nem tud különbséget tenni. Hát egy normális ember a repülőgép hangjáról pontosan tudja, hogy az milyen típusú. Ezek meg annyira elgépesítették magukat, hogy fel nem tűnik, hogy Baszra környékén, hát nyilván ez az ellenfél nem rendelkezik ilyen technikával, és lelövi, mert be van táplálva. Szóval tényleg valami hihetetlen. És hát sajnos úgy tűnik, hogy a világ végső összeomlása egy ilyen úton fog bekövetkezni. Tehát túlfejlesztettük az ellenőrizhetetlen számításon alapuló civilizációt körülöttünk. Na most nézzük meg, hogy hogyan indul a jelenések könyve. Tehát János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve. Tehát ez a hivatalos cím. Legalábbis a Károli-féle fordításban így jelenik meg, és számunkra nagyon lényeges, ugyanis János apostol, most rövidítve, kettősséget alkot. Tehát tudom, hogy János apostol, mennyei jelenések, és utána való könyve. Tehát már a cím rendkívül rávezető, ha én erre odafigyelek. Tehát már itt egy logika megjelenik. Tehát ha az ember tudja, hogy miért éppen János apostol, akkor azt is tudja, hogy mit jelent a mennyei jelenés. És amit mi úgy gondolunk, a mennyei jelenésekről való könyve, hát ez kétértelmű, mert ez a való könyvet is jelentheti. Tehát legalább ilyen szinten érdemes a tényeket figyelembe venni. És hát ahogy elkezdődik, ott nem fenyegetéssel indít, senkit nem akarnak megrémiszteni. De most jelen pillanatban a Földön az a helyzet, hogy minden ország fél. Miért? Mert bármelyik országra rá lehet bizonyítani, gondolom nyílt titok, nem itt hallottuk először, hogy mosópor helyett vegyi fegyvert gyárt. Minden egyes vegyi üzem alkalmas arra, hogy vegyi anyagokat állítsanak elő. Na most éppen az Amerikai Egyesült Államokban a merénylő, aki ilyen nagy központi épületet felrobbantott, azt hiszem már ki is végezték. Amerikai volt, miből csinálta a robbanóanyagot? Műtrágyából, hogy érthető legyen. Tehát akkor ezek szerint egy műtrágya gyár, hát gondoljunk a középkori alkimista kísérletek, hogyan vezettek rá mondjuk a puskaporra. Hát egészen más úton,
Gondoljunk az alkimistákra. Általában egy buta alkimista hogy végezte? Fölrobbant a műhelye. De úgy robbant fel, ahogy megérdemelte. Tehát a robbanó anyaghoz vezetett el. Tehát a robbanó anyagot nagyon könnyű ám megtalálni. Tehát ebben semmi ördöngösség nincsen, vagyis pont az az ördöngösség, hogy hogy lehet eljutni ilyen könnyen a robbanó anyaghoz. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb pusztítani, mint teremteni. Egy pillanat alatt az életet ki lehet oltani. Oda megyek a fához, és szépen kivágom 2 perc alatt a motoros fűrésszel. Na de az a fa, ameddig eljutott oda, hány évtizeden keresztül növekedett és gyarapodott? Micsoda, hogy úgy mondjam, erő és energia van benne, amit egy pillanat alatt el lehet tüntetni. Na most a Jelenések könyve arra figyelmeztet, hogy nem szabad fölvenni azt a kesztyűt, amit a világ elénk dob. Tehát éppen ez a világ, mert a Jelenések könyvében, de Jézus figyelmeztetéseiben is elhangzik, majd háborúk hírét fogjátok hallani. Na most ez mire vonatkozik? De erre lehet azt mondani, kérem szépen, török időkben is lehetett háborúk hírét hallani. Nem erről van szó. Miről van szó? Az, hogy híradáson keresztül, ma úgy mondjuk hírműsoron keresztül jön be a világba a háború. Erről van szó. Háborúk hírét fogjátok hallani. Hírként jelenik meg a háború. Arról fogtok hallani, hogy lesznek földrengések. Tehát mit fogtok hallani? Hát ne felejtsük el, régen volt mondjuk Belső Ázsiában egy földrengés, hát nem vagyok abban biztos, hogy ezt Párizsban mondjuk a Notre-Dame szószékéről 1/2 perc múlva kihirdette a pap. Tehát gyakorlatilag a világban az események úgy alakultak, hogy egy adott kör határát nem lépték túl, tehát nem fenyegették, tehát egy körzeten túl a fenyegetés nem jött. Járványok hírét fogjátok hallani. Na most, mi már nagyon műveltek vagyunk. A háborúval párhuzamban hallottunk elég földrengésről? És érdekes módon hallottunk elég járványról? Hát éppen most jön egy újabb járvány, melyik laboratóriumból dobták piacra, ez egy külön kérdés. Mert mostanában a járványok laboratóriumokból indulnak el, hogy érthető legyen. Na most, az, ami viszont a Jelenések könyvében megfogalmazódik, és én úgy gondolom lassan be fogjuk fejezni, még a János nevet értelmezni fogjuk, az egy örömüzenet. Tehát bár az ember tényleg elcsodálkozott azon. Hát kerestem, amikor olvasgattam a Jelenések könyvét, benne az, hogy mi itt a gond. Hát végül is be kellett látnom, hogy nincs gond. Tényleg nincs gond. A gond ott van, ha én a számok világán, tehát mondjuk egy kabalisztikus okfejtés útján, elkezdem a fenevad számait számolgatni. Hát már bementem a csapdába, ott tényleg gond van. És a lényegre nem figyelek oda. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Tehát mivel indul? Örömüzenettel indul. Tehát ez azt jelenti, hogy ha hallom az igét, megtartom az igét, akkor tulajdonképpen már egy olyan szintre emelkedtem fel, ahol semmiféle szorongásnak nincsen helye. Mert boldogok azok, akik olvassák és hallgatják. Egyébként ez rettenetes fordítás. Tehát lehet érzékelni, hogy a Biblia fordításokkal az a gond, hogy tudálékosak. Ők nagyon okosak, mert ők jobban tudják. Hát Károli Gáspár fordításában, amikor az atya azonosítja a fiút, még a következőt olvassuk. Ez az én szerelmetes fiam, benne gyönyörködöm.
Most az ilyen típusú Biblia, új szövetségben evangélium mi jelenik meg? Ez az én szeretett fiam. Most van a szerelmes fiam és a szeretett fiam között különbség? Hát a szeretet legmagasabb foka nem a szeretet, hanem a szerelem. És ezt Isten szerelemnek nevezik, ha nem tűnt volna föl. Tehát így lehet csúsztatni, már ilyen, hogy úgy mondjam, szinten is. De akárhogy megyünk bele a fordítás adta ferdítésekbe, egy biztos, pontosan lehet érzékelni, hogy örömüzenettel indítottunk. Na most az, hogy mennyei jelenésekről való könyv, ez viszont mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem könyvek alapján tudom én értelmezni a jelenések könyvének bizonyos igehelyeit, hanem észre kell venni valamit, amit az Új Szövetségben Jézus megint elmond, hogy lesznek jelek a napban, lesznek jelek a holdban, és lesznek jelek a csillagokban. Tehát szó szerint ezt mondja. Vagyis erre mire bíztatja a híveket? Hát pontosan ellenkezőjére, amire Mózes. Tehát ha valaki abból az üzenőrendszerből tud olvasni, jelekből tud olvasni. És a jelekre azért oda lehet figyelni. Na most a mennyek viszont megint csak valamire rávezet majd bennünket. Megvan az értelmezési keret. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kozmikus keretrendszerben tudjuk a jelenések könyvét a magyar nyelv segítségével értelmezni. Tehát nem könyvek, nem számértékek, felejtsük el, mit mond erre? A betű öl. Ha nem, nem én mondom, a betű öl. Minden írástudónak, farizeusnak ezt mondja. Én is tudok olvasni, tudom, de jegyezzétek meg. A betű öl a lélek, ami megelevenít. Na most a mennyekkel mi gyakorlatilag két irányba tudunk elmenni. Mert a mennyek országa, az tulajdonképpen az olyan kettős jelentéssel rendelkezik. Ha én két, tehát erős ennyel látom olvasni, akkor tudni kell, hogy a mennyek ebben a vonatkozásban nem az álló csillagok körét fogja jelenteni. Miért? Mert földről nézve az álló csillagok azért álló csillagok, vagy csillagképek, vagy főcsillagok, mert nem változtatják egymáshoz viszonyított helyzetüket. Nagyon lassan. Tehát évtízezredes távlatban lehet érzékelni a változást. Viszont egy ilyen álló keretrendszeren belül milyen csillagok azok, akik mégiscsak változtatják, és mégiscsak mozgást végeznek. Ők a bujdosó csillagok, akik a mennyeknek az útját járják. Miért a mennyeknek az útját? Mert mozognak, bármennyire hihetetlen. És kiderül, hogy tulajdonképpen itt egy hétbolygó rendszer főszerepet fog játszani. Na most ez a hétbolygó rendszer már a legelején kinyilatkoztatás alá kerül. És miért éppen a hétbolygó rendszer? Hát azért, mert ezt minden ősi és mai csillagászati, asztrológiai, asztronómiai hagyomány is tudja, hogy a földi élet azért földi élet, mert egy kozmikus rendszerben éljük az életünket. Ha a holdat 3 méterrel közelebb engednénk a földhöz, ha a holdat 3 méterrel eltávolítanánk, mi történne a földön éppen a hold által beállított élettel? Szabályszerűen kivágódnánk. Hát minden női élő minőség, a saját női létének a ritmusa, melyik égitesthez van kötve? Hát ha a vizeket meg tudja emelni a hold, akkor ne gondolja senki azt, hogy a bennem lévő nedveket nem fogja. Ezt egyébként sebészek mind a mai napig tudják, hogy agyműtétet növő vagy teli hold idején kórházakban nem hajtanak végre. Tehát általában ez 100 kórházból így csinálják. Lehet, hogy egy 101-edikben már nem. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, mert itt a 7 csillag titka is megemlítődik.
és ez gyakorlatilag alapvető, hogy úgy mondjam, értelmezési közegként jelenik meg. Hát most nem olvasom végig, de van egy ilyen rávezető szöveg. Amikor megláttam a lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, hát pedig halott valék, élő, és az élő halott voltam. Nem is tudom értelmezni. És az élő, teljesen mindegy, mert itt legalább látjuk azt, hogy milyen fordítások vannak. Hát mindenki elolvas, ez nekem is tanulság, hát én most nem fogok itt örömmel olvasom, hogy Úristen. Hát azért, és az élő, kettős pont, halott voltam, jó, rendben van. És az élő pedig halott valék. Tehát itt pontosan az a lényeg, hogy aki meghal, az feltámad. Tehát itt egy ilyen fajta gondolat jön vissza. De ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, amik történni fognak ezek után. A hét csillag titkát. Tehát nincs félreértés. A hét csillag az a hét bujdosó csillag, a hét bolygó. Ha a hét bolygót nem tudom azonosítani, mehetek a kabbala felé. És akkor azon engedelmet kérek, tével írják, K is van, L is van, és akkor ott fejedelemnek is a neve, én pedig a Tököli úton lakom most. És akkor azon hetem, hogy az Armageddon még mi mindent jelent. Hangsúlyozom, nem érdekel, miért? Mert ez már következmény. Tehát köze nincs már a lényeghez. Hogy én a bolha lábán lévő szört, szállat még hány szeletre tudom felhasítani. Hát ha valakinek ez örömet okoz, akkor a bolha lábán lévő szőrszálat hasogassa. De itt miről van szó? A hét csillag titkáról. Az, hogy ez a hét csillag, ez nagy valószínűség szerint a hét bolygó, idáig még a nagy egyház, hogy úgy mondjam, apokalipszis értelmezői is elmennek. Tehát leírják, hogy ez a hét bolygó. Miután leírták, jön az amnézia, amnézia után egy könnyű felsóhajtás, és jön az az iszonyatos mellébeszélés nagyegyházról, kisegyházról, római pápákról, Rómáról, császárról, Babilon városáról, csak a lényegről nem, mi újság a mennyekben. Arról egy szó nem esik. Na most az, hogy, és akkor tényleg ez lesz az utolsó, ezt már le is teszem, hogy miért éppen János? Tehát mit jelent a János név? Tehát egyáltalán miért János apostol az? Hát ne felejtsük el, Péternek van apokalipszise. Gyakorlatilag az úgynevezett apokrif hagyományban nincs olyan apostol, aki apokalipszissel ne jelentkezne. De egyetlen egyet kanonizáltak közülük, és nem véletlenül. Tehát az ember nem mindig dicséri azokat, akik kanonizáltak, de tudni kell azt, hogy éppen annyi van benne az új szövetségbe, ami a tájékozódáshoz elegendő. Tehát én pontosan tudom, hogy vannak olyan gnosztikus, vagy ilyen, vagy olyan meggondolások, hogy itt a zsinatok mi mindent kigyomláltak az új szövetségből. Hát mondjuk, hogy hány evangélium nem került bele. Hát pont az a négy éppen elegendő, hogy mindent tudjak. Ugyanakkor pontosan a jelenések könyvében gyakorlatilag minden benne van, ami számunkra fontos. És ha kiegészítőként még mi tudjuk, hogy van apokrif irodalom, az soha nem volt tiltott irodalom. Hát az új szövetségnek van egy kozmikus kerete. Hát ne felejtsük el, mi állandóan azon kéjelgünk, hogy a négy evangélista milyen állat vagy ember szerepben jelenik meg. Hát Márknak a jelző állata, emlékezzünk vissza, az oroszlán. Tehát Márk evangéliumában pontosan azért, mert Márkhoz definíció szerint az oroszlán tartozik hozzá, gyakorlatilag a világnak az a működés rendje bontakozik ki, amit mi az oroszlán tulajdonságokkal tudunk tetten érni. Na most akkor megyünk tovább, és akkor jön,
Lukács evangélista. Hogyan ábrázolják végig Lukácsot az egyházművészetben? Például a Veleméri templomban. Olyan tulok fejet adnak, nagyon szép ökörpatákkal, rá, hogy az csodálni való. Tehát Lukács a bika képviselőjeként jelenik meg. Ezzel én már az evangéliumok szintjén egy világkerettel kezdek megismerkedni. És nem is akármilyen világkeret. Hát ez a keret adja meg azt a keretet, amelyben a világ világossága teljesíti ki a fénynek a tulajdonságait. Ne felejtsük el, mi ebben a keretben éljük ám az életünket. Na most ez tetszik nekünk, nem tetszik nekünk? Mi erre a hivatalos válasz? Ez nem tetszés vagy nem tetszés kérdés. Ebbe születtünk bele. Ezen nem lehet változtatni, nem tudok kilépni belőle. És miért nem tudok? Azért, mert a nap éves útján ezeken az állomásokon megy keresztül. Na most ez tény? Hát engedelmet kérek. Télen általában tél van. Általában. Nyáron általában nyár. Tehát a természetnek van egy ritmusa. Tavasszal általában tavasz, ősszel általában ősz. Ez tényleg egy keret közé szorítja az életet. De ez nem egy unalmas keret. Hát kétszer ugyanolyan tavaszt én sem éltem még meg. És pedig mindig eljön, mindig kiteljesedik, és a tél is általában másmilyen szokott lenni. Tehát Lukács evangélistát bikával jelölik, vagyis ez mit jelent? Bika tulajdonságok képviselőjeként jelenik meg. Nem tudom máshogy megfogalmazni. Na jön János, most figyeljünk oda, mert az apostol János, az evangélista János, elméletileg ugyanaz a János, aki a világ végéről valló tudást fogja számunkra összegezni. Az ő állata pedig a sas. És miért éppen a sas? És itt jön egy nagyon érdekes, hogy úgy mondjam, tulajdonság, amit tényleg a hagyományok a sassal társítanak. Tehát nem véletlen az, hogy János van legközelebb a világ világosságához. Gondoljunk az utolsó vacsorára. A szeretett tanítvány kinek a keblére hajtja az ő fejét? Hát Jézus Krisztus keblére hajtja az ő fejét, nem úsztuk meg, ez még nem a kicsöngetésnek a jelzése. Tehát bizony odahajtja, ő van a legközelebb. Na most a sasnak ilyen szinten melyik tulajdonságát jelzi például a magyar egyházi irodalom is? Gyönyörűen leírják egyébként. Most a szerző neve, hát pedig még esztergomi érsek is volt. Pálosokról is nagyon szépen írt. Pázmány Péter, így van. Tehát, hogy miért János a sasmadár? Tehát ő egészen máshogy mondja. Azért, mert a sas az a madár, amelyik legközelebb tud jutni a naphoz. És miközben a nap felé repül, közben nem pislog. Tehát ez azt jelenti, hogy színről színre látja a fényt. Na most ez a sasnak a legnagyobb gondja is, mert ha gőgössé válik, birodalmat akar alapítani, hogy érthető legyen. Tehát azért ezek nem pozitív és negatív tulajdonságok, de János evangélista a sasmadárral jelződik. Igen ám, de a sas melyik évköri tulajdonságok képviselőjeként jelenik meg? A skorpió. És miért? Hát az ember egyszer nem tudna rájönni, ha nem ismerni az egyetemes emberi műveltséget. Hogy miért éppen a skorpió tulajdonságok kifejezője a sas? Azért, mert a skorpiónak a jele kettős természet együttes megjelenésére figyelmeztet. Miért? Olyan, minthogyha a szűznek a jelét indítaná el. Tehát ez azt jelenti, hogy elindul, szépen visszatér. Majd megint elindul, lendületet vesz, megint visszatér. És egyszer csak így hirtelen átlóba kitör. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt az utat járja, amit elindított.
Tehát ez azt jelenti, hogy a tendencia jel kettős lehetőség felé figyelmeztet. Az egyik arra, hogy itt maradsz, a másik pedig arra, hogy szépen kilősz ebből a rendszerből. Na most éppen ezért a Skorpió összetett működés rendjét azzal a sassal szokták megidézni, amelyik a karmai között tekergő kígyót tart. A keleti állatövben a Skorpió váltópárja egyébként éppen a kígyó. Tehát a Skorpiónak a lefelé húzó, földfelé kötő tulajdonságait a kígyó fejezi ki. Gondoljunk a Kígyós Jancsi magyar népmesére, a felfelé szárnyalót pedig a sas. Hát egy Skorpió típusú, hogy mondjam, ember számára ez tényleg egy örök gondot okoz. Tehát ilyen drámai küzdelem az évkörön belül gyakorlatilag sehol nem valósul meg. Hát gondoljunk arra, hogy a természetben ilyenkor mi történik. A maradék levelek a fáról lehullanak. Tehát ez azt jelenti, hogy az élő a holttól elválik. Tehát itt egy tényleg átlényegülés történik. De János sasmadara a fölfelé emelő tulajdonságokat idézi meg. És hát végül marad Máté, a angyallal vagy emberrel idézik meg, ő a vízöntő. Na most az évkörön belül ez az úgynevezett szilárd kereszt. Ez vissza fog jönni a jelenések könyvébe? Hát amikor Jánost fölragadják a mennybe, a királyi szék előtt találja magát. És a királyi szék előtt négy lelkes állatot lát. Mit fog mondani? Az egyik látás nézésre olyan, mint egy oroszlán. Másik állat nézésre olyan, mint a sas. A harmadik olyan, mint egy angyal, a negyedik pedig olyan, mint a bika. Na most tudni kell azt, hogy a kis éves rendszerben ez azt jelenti, hogy az évszakoknak a szilárd pontját megtaláltuk. Tehát ez a mindennapi életünkben, ez a vízöntő havában, bár már beindul a váltás, de gyakorlatilag a tél kellős közepén vagyok. A bika havában a tavasz kellős közepén vagyok. És hát végül is az oroszlán havában a kánikula idejét éljük. Tehát ez az a nyári időszak, amikor a nyár a már-már szinte fenyegeti az emberi életet. Tehát itt már egész érdekes dolgok történtek. És hát végül az ősz, amikor a szilárd ősz, tehát amikor tényleg ősz van. Nem vénasszonyok nyara, nem szépen búcsúzunk a természettől, de még nincsen tél. Hát ez bizony a Skorpiónak az időszaka, ez a természet halála. Na igen ám, de a nagy évben, a 2160 éves időkörben kiderül a következő. És hát ezt pont fordítva kellett volna most ilyen szempontból felrajzolni. De a kis évnek a legmagasabb pontja, a nyári napforduló ideje, az a rák havának a kezdőpontját jelenti. Na de a precessziós világév, a 2160 éves nagy világév, ez nem asztrológia, honnan tudjuk? Hát ez asztronómia, könyörgöm. Tehát ez azt jelenti, hogy a hátráló mozgását az ekliptikán a nap 26 ezer esztendő alatt teszi meg. Egy-egy csillagképből pedig egy világhónapnyi időre, vagyis 2160 évig látom a tavaszi napi egyenlőség alkalmával fölkelni a napot. Tehát ez alapvető tény. Emberségünket, személyünket a kis évben éljük meg. Ezt vallásos Isten anyához akarom kötni, hogy mondjuk, kis boldog asszony. Nos, miben különbözik kis boldogasszony nagy boldogasszonytól? Pontosan abban, amiben a kis év a nagy évtől. Tehát a nagy évet mi már, ahol egy világnap 72 év, mi már nem tudjuk megélni, nemzetként tudjuk csak megélni. Tehát ebben a nagy éves keretben nemzeti hovatartozásunkat éljük meg. Na most, a precessziós tetőpont az oroszlánban van, az alászállásnak a pontja, mert visszafelé megyünk a bikában, a mély pont elvileg a vízöntőben,
de majd látjuk az angyalt. Az angyal egyik lábával a tengeren fog állni, a másik lábával pedig ez az angyal a vizen fog állni. Na most, ez mit fog jelenteni? Ez azt fogja jelenteni, hogy amiközben így áll, azt mondja, égre, földre megesküszik. És látom, hogy tengeren áll a jobb lábával, bal lábával a földön áll. És azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Na most, hol szűnik meg valami? Pont a vízöntővel iktatódik ki valami. Mert az egyik lábával a halak nevezetű precessziós világhónapon áll víz. A másik lábával levegőre kéne állni neki, de nem erről van szó, hanem előre lép. Mert a precesszióban ez előre, bár itt most visszafelé mutatok. Ott a földellemű bakra lép rá. A baknak a keleti állatövben a váltópárja a bárány. Na, hogy jelenik meg majd a fiú a jelenések könyvében? De végig, Isten bárányaként. Vagyis nem a jelenre és a múltra vonatkozik a bárányi szerepkör, hanem a jövőre. Na, ez, amit a kabala például nem tud. Te egyszerűen nem is tudják, hogy eszik vagy isszák a bárányt. Össze-vissza beszélnek. Azt mondják, hogy a koshoz tartozik. A halak előtti világ hónaphoz, a koshoz. Hát engedelmet kérek, tudjuk, hogy mi a kos és a bárány között a különbség? Hát egyszer majd nézzük meg. A kos hogyan viselkedik akkor, ha megérzi a párosulás lehetőségét? Mit csinál? Fejjel neki megy, na de hogy megy neki a falnak? Ha tudja, addig megy neki fejjel a falnak, amíg a fejéből nem ömlik a vér. Na ez a kos. A bárány az egy külön kategória. Keleti zodiákusban a baknak hol születik meg Isten báránya? Gyakorlatilag a téli napforduló idején, tehát eltéveszteni nem lehet. Ugyanakkor ez a bárány hogy jelenik meg címerekben, falfestményen, domborműven? Egy hangsúlyosan behajlított térdet mutató bárány egy zászlót tart, a zászló átmegy a testén, hát bár le tudnám, nem is próbálom lerajzolni. Lényeg az, hogy ez itt a bárány, és szépen így jön a zászlórúd, és itt hullámzik fölötte a zászló. Vagyis ez mit jelent? Most ebben az asztrál mítoszi keretrendszerben fogalmazva. A bak tulajdonságokon átömlenek a vízöntő tulajdonságok. Miért? Azért, mert a vízöntő, hát végig ez fut végig a jelenések könyvében. Hát az angyalok megjelennek, mit fognak csinálni? Van egy kehely, és a lelkeim mit csinálnak? Öntögetnek, öntögetnek, öntögetnek. Na most mi ez, ha nem egy elszabadult vízöntő hatás? Nem kell itt misztifikálni, hogy vajon az angyal számértéke mennyi? Nagyon fontos, hogy mennyi, de tudnom kell azt, hogy milyen energia szabadul föl. Na most ténylegesen itt mindent a helyére lehet gyakorlatilag tenni. Tehát ő, mint Isten báránya, tényleg a jövőben van. És melyik a négy evangélista közül, aki ezt tudja? Melyik evangéliumban jelenik meg? És éppen János evangélista előképe, keresztelő Szent János mondja. Hát ezt nevezik ilyen truványnak, vagy bravúrnak, vagy na, ő már tud valamit, ő látja, hogy mi van. Mert amikor meglátja a fiút, mit mond? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ő látja, hogy van megváltás, nem a múltban, a jövőben. Na most az angyalunk majd tartja, mert ezt végig fogjuk ám venni mindent szépen nagyon. Pontosan egyik lábával áll a halakvilág hónapon, másik lábával áll a bakvilág hónapon, és akárhogy nézem, a vízöntő szorul a kettő közé. És arról mit mond? Idő többé nem lészen. Vagyis olyan, hogy vízöntő világ hónap önállóan nincs. Vagyis ez azt jelenti, szép a New Age, szép a vízöntő, gondoljunk bele, musicalbe mit énekelnek? Etetik a hülyéket, de tényleg akiket érdemes.
Hát számolni megtanultunk. Ha nem ismerem a vízöntőnek, mint csillagképnek a rendkívüli megjelenését, és hogy jelenik meg az égbolton? Úgy, hogy önállóan nem létezik, mert a vízöntő, mint csillagkép, ráterpeszkedik a halakra, mint csillagképre. A vízöntő, mint csillagkép, ráterpeszkedik a bakra, mint csillagképre. Tehát még állatővi csillagképként sem tudom önálló módon azonosítani és érzékelni. Na most, ha 2160 évig tart egy világhónap, gondolom tudunk számolni. Figyeljünk oda, mert ez nagyon lényeges lesz. Azt tudjuk, hogy Jézus születése indítja a halak világhavát. Na most, ha 2160 évig tart egy világhónap, és legyünk nagy lelkűek, most 2003-at írunk, akkor melyik világhónapban vagyunk? A vízöntőben? Hát ébresztő már. Kiknek az érdekük az, hogy vízöntő világhónap elkezdődött? Azok, akik az emberiséget a helyéről ki akarják mozdítani. Akik a nyári időszámítást bevezették. Tehát a kis évben kizökkenteni. Precessziós évben kizökkenteni. Hát gondolom mindenki tudja, a nyári időszámításnak semmilyen gazdasági szerepe, jelentősége nincsen, de tényleg semmi, honnan tudjuk. Úgyhogy dolgozó ember voltam, ifjú munkás valamilyen üzembe akkor, amikor bevezették a nyári időszámítást az én fiatal koromba. És akkor elmondták tévében, rádióban, hogy egy magyar kisváros egy napos áramfogyasztását lehet ezzel megtakarítani. Most ez olyan értetlenséget váltott ki, hogy összegyűlt, ugye ismerjük, Fehérházba összejönnek, megbeszélik, és azt mondják, hát ez botrányos, ezzel nem lehet megindokolni, és rá egy hétre bejelentették, hogy egy éves engedelmet kérek. Nem kell megijedni. Vagyis az egész blöff. És ráadásul mikor vezették be a nyári időszámítást először? Akkor, amikor még nem volt villanyvilágítás. Szabad könyves program keretében 1800-as évek végén. Na most erről tényleg ennyit. És ne felejtsünk el valamit. Euró-szabvány nyári időszámítás, vagyis ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az őszi napéj egyenlőség idején azonnal be kellene szüntetni. De mi történik? Még szépen heteken keresztül már sötét van este, sötét van reggel, és még mindig a nyári időszámítás szerint élünk, és minden római katolikus templomban 11 órakor megszólal a déli harangszó. Akkor miért nem húzzák meg egyszer, hogy úgy mondjam, egy óra múlva is, hogy ez akkor legyen meg a császári, de mi Istennek tényleg délben harangozunk. De nem szabad elfelejteni, hogyha ki tudunk zökkenni az időből, akkor az azt jelenti, hogy belső ritmusunkat, az élet ösztön szabályozó ritmusunkat elveszítjük. Tehát abban a pillanatban ütemet tévesztünk. És ezáltal az időt tényleg nagyon fel lehet gyorsítani, de itt elméletileg megszűnik az idő. Tehát itt az angyal majd azt fogja mondani, hogy idő többé nem lészen. Na mi ezt a mindennapi életünkben azért hogy szoktuk megélni? Nincs erre időm. Tehát érdekes módon semmire nincs idő. Hát egy építész barátom, Magyarország legkiválóbb építészéről van szó. Akkor egyszer az országházba jártunk, nézte magát az épületet építész szemmel. És a második ilyen látogatásunk alkalmán következőket mondta. Jelen tudásunk szerint, hangsúlyozom, Magyarország legkiválóbb, valóban legkiválóbb építészéről van szó. Nem tudnánk felépíteni ezt az épületet. Pedig rossz helyre épült, ismerem a hivatkozási irodalmat, de mint épület. Na most gyakorlatilag ez mit jelent? Ez pontosan a nincs időm effektus.
nem azért nem tudjuk felépíteni, mert elveszett egy tudás, hanem egyszerűen az időt már nem tudnánk úgy beosztani, hogy megtervezés útján úgy megépíteni, elfogadható módon, olyan rövid idő alatt. Miért? Mert szalad az idő. De tényleg, mint hogyha, nem azt mondom, hogy futóbolond lenne, magyar népmeségben nagy szaladónak hívják. Tehát az ember azt gondolná, hogy itt van, de már réges-rég máshol jár. Na most a János név, és akkor befejeztük, ez az utolsó. Hogy miért éppen János? Tehát tudjuk, hogy ő a sasmadár, tehát mélylátás, fénylátás, szárnyalókészség. Tehát ő gyakorlatilag a napot színről színre látja. De most ki az, aki saját magát a naptulajdonságokkal azonosítja? A világ világossága. Tehát gondolom, ezt pontosan tudjuk, hogy ő ebben a fényben minden nap megjelenik. És ezt vegyük halálosan komolyan. Jézus nem történelmi szereplő. Hát ha ő történelmi szereplő lenne, akkor úgy megfeszítették volna, mint Spartacust, és kész. De benne pontosan az a lényeg, hogy gyakorlatilag minden nap a fénnyel jelenti magát. Hát a magyar arhaikus népi egyházi énekek ezt még szebben mondják, mert három nagy évi csomóponthoz kötik a napon, való megjelenésnek, azért vannak kulminációs pontja. És mit mondnak? Háromszor jelenti magát Jézus az évben, és gyönyörű a dallama. És mikor jelenti háromszor? Természetesen karácsony napján, húsvét napján és pünkös napján. Tehát ez azt jelenti, hogy ő itt van. Évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre, napról napra. Tehát a világban való lét, tehát éppen azért megváltás történet, éppen azért szenvedés történet. Mert a kereszténységen belül, még a nagyegyházon belül is bizony vannak olyan irányzatok, tanítások, amelyek elfogadják azt, hogy ő, az ő szenvedés története nem ért véget. Tehát napról napra megismétlődik. És hát kicsit ilyen misztikusabb költői megfogalmazásokban, amikor felkel a nap, és tiszta az ég, és vérvörös a nap, hát akkor Jézus vérét áldozza a földi életért, amikor lemegy a nap, és szentül, és piros a nap. Hát nem véletlenül beszél a világ világossága gyakorlatilag véráldozatról. Mert ez a véráldozat gyakorlatilag a fény színe változásának szenvedés történetében teljesül. Na most Jánossal mi a helyzet? Johannész névre vezetik vissza, hát itt már elmondtam, hogy mit jelent a Johannész név, már nem is tudom sokszor felidézni. Mert mindig Istennek kedves, vagy Istennek tetsző, vagy Isten embere, jó rendben van. Legyen a héber Johannészből levezetve. Nagyon jó. Igen ám, de ezáltal a mezopotámiai Oannészből is le lehet nevezetni. Hát miben különbözik a kettő? Hát ez pontosan olyan, hogy van egy Sámsonunk, ugye? Akinek nagyon nagy a haja. Levágják a haját, mi történik, megcsappan az energiája. És abban a pillanatban utoléri a végzete. Most melyik égi testet szokták sugárzó hajkoszorúval megidézni? Hát természetesen a napot. Na most Sámson Samas napisten nevére vezethető vissza. Tehát azért, mert valami itt megvan, az nem azt jelenti, hogy odavaló és csak ott van meg. Tehát vannak az emberiségnek közös kincsei, és ezek nyelvi kincsek is. Na most a János névvel viszont nagyon nagyot fogtunk. Ugyanis a Jánosságban egy tulajdonság jelenik meg. A középkori egyház művészet ezt a tulajdonságot a kezdetektől a végig hangsúlyozzák. Jánost milyen tulajdonságokkal ruházzák fel, amikor mondjuk megfestik. Mondjuk egy Leonardo da Vinci megfesti az utolsó vacsora jelenetét, középen az igazság napjaként Jézus, és a 12 tanítvány, a 12 állatói jegynek megfelelő karaktert felmutatva jelenik meg. Na most van közülük egy, és ez éppen János,
És ez minden elferdült gondolkozású embernek a 20. században, és Sigmund Freudnak is óriási gondot okozott. Tehát neki nagyon sok mindent gondot okozott, mert ha látott egy ilyet, ugye, ő már gyakorlatilag a saját praxisából indult ki. El nem tudta képzelni, hogy most ez egy irányultság. Tehát kitörünk egy bűvkörből, és megyünk fel az égbe. Nem, neki övön alul, ugye, mert hát nagy praxisa volt, sok szenvedő alanya is volt természetesen, hát még öreg korában is bármikor kész volt arra, hogy bemutassa, hogy neki van igaza. De hangsúlyozom, azért művelt nyugat-európai gondolkozók elmondják. A pszichoanalízis egy atombomba felrobbanásával egyenértékű a 20. század történetében. Amit milyen nagyon ártatlan, hát ne felejtsük el, minden szexuális aberrációra visszavezetni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy mánia. Tehát az emberiséget mániákus keretek között értelmezni. Köszönöm szépen, nekem most nincsen ilyen ingerem. De ha éppen nincs, akkor megmagyarázza, hogy azért nincs, mert elfojtom. Ne hidd azt, hogy elfojtom, túlléptem most rajta. Majd, ha kedvem lesz, visszamegyek, és nem folytom el. Szóval tényleg a legalapvetőbb dolgokat, nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt megmagyarázni kultúráltan, de hát arról van szó, hogy János tényleg nőies vonásokkal örökítik meg, feltűnően női vonásokkal. És Leonardo az a példa, hogy ő még keresztelő Szent Jánost is. Hát gondolom mindenki ismeri keresztelő Szent Jánost megidéző festményét. Tehát egyszerűen angyali lányos arca van, ilyen szép fürtök, és valami olyan formák, hogy ténylegesen mondjuk egy ilyen 20. századi elme, mire gondolhat? Tanulmányt írt erről. Na de van ennek egy fordított olvasati lehetősége is, és ez kortársunk nagy bemutatója. Könyvet ír, és a könyvbe, hogy már mondjon ő is nagy dolgot, kijelenti, hogy az nem is Szent János utolsó vacsorán 12 apostola, hanem Mária Magdolna. És szépen fejtegeti, mert ez a jól hangzik. Mária Magdolna. És akkor tényleg könnyeket ejtek, mert valószínűleg Mária Magdolnát piros-fehér-zöld szózuhatakba mártja be, és aztán jön az ősi sumér anyahit és boldogasszonyhit, és a jó ég tudja micsoda. Csak egyet nem tud ő, magyarul gondolkozni. Mert ha tudná, hogy magyarul mit jelent a János, akkor nem Mária Magdolnát keresni az apostolok között, hanem felismerné, hogy János az az apostol, aki a legfiatalabb apostol volt, amikor Jézus a pályafutását kifejtette, és ő volt az, aki szűzi tisztaságban élte le az életét. Na, mi a szüzességet nem férfi erényként szoktuk általában elkönyvelni, hanem kifejezetten női erényként. Ezt azért nem árt tudni. De, hogy itt nagyot lehet tévedni, gondoljunk a grál hagyományra. Ki volt az a lovag, aki a grál kelyhet megláthatta? Csak az, aki szűzi tisztaságban élte az életét. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez egy olyan egyszerű dolog, és mindenestől egy ilyen torzön megtartóztatáshoz vezet. Na most a lényeg viszont mégsem ezen az úton van, mert akármit tudok Jánosról, tudom, hogy őt nőies, lányos vonásokkal jelenítették meg, de mondjuk az új latin nyelvekben a név alapján már egy Leonardo nem tudta, hogy miért festi meg lányosként a keresztelő Szent Jánost és a evangélista apostol Szent Jánost. Ő azt tudta, hogy ezt így kell. De a nyelve nem vezette rá. Na most ismeretem szerint egyetlen egy nyelv az, ahol, ha én azt mondom, hogy János, egy jányos tulajdonságot is megnevezek. Tehát ez az a jányosság, amely férfinak tételeződik. Miért? Mert ő tényleg férfi. De tulajdonságaiban a jányosság kibomlik. Vagyis
milyen szintre jutok el, ha én ezt egy jelben akarom megörökíteni? Hát gyakorlatilag a teljességhez jutok el. Tehát amennyi benne jangerő, az megkapja a maga kiegészítő párját jinerőként. Tehát a János férfi, de nevében a női tulajdonságok bizony határozott módon jelennek meg. Ha elindul egy magyar népmesehős, aki János, vajon miért indul el? Ha van esze, de általában van esze. Mi történik az út végén? Segítek. Megtalálja önmaga kiegészítő párját, a jányt, a királylányt. Hát ez még egy egészséges világ. Tehát nem a másság tiszteletének jegyében indul el. Ráadásul az embernek a kedves példázatához tartozik az, hogyha én csak hírét hallom annak a királylánynak, hogy elvitte a sárkány, azért gondolkozzunk logikusan. Elvitte a királylányt a sárkány. Hát tudom, hogy kockázatos ügy. És elkezdek tépelődni, hogy Úristen, hát jó, hogy királylány. Na de mi van, ha ronda? Hát azért érdemes kockára tenni az életemet? Ráadásul mit mond? Egy életem, egy halálom, már pedig én megpróbálom. Hát ha nekem van egy, azaz egy darab életem, egy, azaz egy darab halálom, és ráadásul felmerül, hogy nem akarok tulajdonságokat megnevezni, el lehet képzelni, milyen egy ronda nő, na, nem akarom részletezni. Hát ki az az ember, aki ilyen paramétereket figyelembe véve elindul? Hát nyilván nincs olyan normális ember, de ha tudom azt, hogy ez a minőség bennem él, és ahhoz, hogy én ki tudjak teljesedni, igenis az önmagamban élő, engem hívó, ugyanakkor nagy tettekre sarkalló királylány eszmét nekem el kell érni. Na de amikor én meglátom a királylány kívül, akkor kit látok meg? A szívemben élő örök királylány eszmét. Na most lényegében ez a Jánosságnak a lényege. Tehát tulajdonképpen itt egy teljesség jelenik meg, az ő nevében, és egy mérhetetlen tisztaság. Hangsúlyozom, ez a Johannes névből nem vezethető így le. Mert jön a névetimológiai magyarázat, hogy azt jelenti, hogy Istennek kedves. Na most ezek szerint mindenki, akit lányos arccal festenek meg, az Istennek kedves lesz. Akkor Péter miért nem kedves Istennek? Vagy Pál miért nem kedves? Vagy Jakab miért nem kedves? Hát őket olyan marcon a hat férfi arccal festik meg, ahogy tényleg meg lehet őket festeni. No, tehát a summázat a Jánossággal végeredményben a teljességhez jutunk el. És hát a teljesség, a világ teljessége az azt is jelenti, hogy elindul egy teremtési folyamat, és egyszerre csak visszájára kezd pörögni az idő, és lassan eljutok az idők végéig. És nyilvánvaló módon, hogy a jelenések könyvét csak az fogalmazhatja meg, aki a Jánosságot önmagában kiteljesítette. Tehát ez az ő szerepkörére van osztva. No, én ezzel befejezem, és akkor úgy tudom, hogy májusban vagy, mikor folytatjuk? Jó, folytatjuk. Két hét múlva folytatjuk, és ígérem, és azt javaslom, hogy a következő alkalommal, akiknek van bátorságuk még eljönni, azok a hét gyülekezet, fejezeteit olvassák el. Tehát a hét gyülekezet angyalát fogjuk a hét bolygóval azonosítani. Tehát ennyi ilyen elvi, költői, aktuális dörgedelem nem lesz, szigorú szövegértelmezés és bolygófejtés következik. Köszönöm szépen. Április 17.